Halló! Hallottok? Mindenki hal? Ez itt a nagy kérdés. Hogy mindenki hal-e most itt, ebben a szent pillanatban? Ne viszlátójá itten, bazd meg, mert különben meg leszel baszva. Addig nem fog megszólalni, amit nem mond senki? Válasz. Na, senki nem beszél. Mi a passzom, most hallakszódok, vagy nem? Kurva életben már. Most várjál, most nyolc, tudod mit? Akkor is. Megfogom hallgatni én is. Jó, oké, hallakszódok, jó, oké. Most már hallott. No. Szóval, hát jó, lehet, hogy kicsit hangos lesz egyébként, sok úgy mondom. Most kurva közel van most, kurva közel van itt a mikrofonai, még soha nem volt még ilyen közel. Most ez igazán erotikus a hangzás. Szóval, akartam valami nagyon baszó belépőt, csak elbosszodott a hang. Kurva életben, hogy nem tudtam ezt megcsinálni, de mindegy, majd akkor majd legközelebb megcsinálom. Nem most lemaradt. Olyan baszó hangot nyomtam volna be ilyen zét, ilyen hangelváltoztatós gecit, de nem mindegy most már. Mindegy, most ez van, ezt kell szeretni, ehelyett most nincs más hátra, mint hátra, viszont mindjárt mutatok nektek valamit, csak várjatok egy picit. Picit. Pillanat. Igen, bedugtam a számba, köszönöm szépen. Mindjárt köszönni fog mindenkinek, csak gyorsabb még ezt megmutatom, még jó srácok, szóval 3-2-1. Nem 3-2-1? Még nem 3-2-1. Ajá. Mindjárt meg lesz, várjál. Működj már, basszalak meg. Várjál. Mindjárt megoldom a dolgot. Valamiért nem akar menni. Mi a faszért nem akarsz, te menj te. Kicsándukom a hangszorót, komolyan mondom, bazd meg. Jó, oké, mi mindig starting van, de várja már! Mindjárt lesz valami. Mondom, mindenki itt van, komolyan annyira örülök nektek, srácok, hogy mindenki itt van. Már csak annak örülnék, hogyha... Ha működne az, amit akarok mutatni, de hát látszik, hogy nem. Nem akar működni a kurva anyját. Na mindegy. Mindegy. Leszarjuk, srácok. Most már úgysem egy semmi, most már úgyis általában mindig úgy van, hogy nem működik semmi. Szóval köszönöm szépen, srácok. És nem, most nem megy, bazd meg, nem. Még annyira be akartam volna tenni, de... Szevasztok, srácok, szevasztok. Szóval, szevasz Gergő, szevasz Kenta, szevasz Penfri, szevasz Tremi, szevasz Erhard, szevasz Soblói, szevasz Imó, szevasz Kristóf. Kit hagytunk még ki?
Szerintem senkit. Hogy kit hagytunk? Kihagytunk esetleg valakit? Vagy nem? Úgy tudom, hogy nem. Úgy látom, hogy nem. Ezt a profilodat nem ismerem. Mit nem ismersz? Milyen profilt? Mert azért, mert ez egy vadonatúj szett. Ez egy vadonatúj szett. Kérlek szépen. Vadi új háttér. Töld már, háttérezd már be a régi. Azt akartam pedig, bazd meg, azt akartam csinálni. Csak valamiért nem akar menni. Legalábbis még amikor teszteltem, persze, mindig amikor tesztelem, akkor mindig működik minden. Csak persze pont akkor, amikor akarnám, hogy menjen, akkor nem működik. Mi a fasz? Mert hiába rakom be az itt a video capture-ben. Mindjárt társadalhoz fogok tenni, csak most ezek a random fasságok még beköszönnek, csóvas, igen, van egy új overlay is. Csinálni fogok fekvőtámaszokat is, persze. Mindent csinálunk, csak az a fontos, hogy megfelelő sorrendben kell elvégezni. Már persze, hogyha sikerül elvégezni dolgokat, de hát látom itt... Automatizáld már magad, basszalak meg, hát nem csinálja, geci, nem, tényleg nem csinálja. Hát akkor szopjál le, akkor bezzenek, de ez előbb miért nem működött? És miért működött? Hát... Egyébként igen, ez egy... nem egy ingyenes overlay, az biztos. Kérlek szépen. Szóval ez... Jó, hát a Streamlabs Prime-ot be kellett fizetni. Most meg az is egyébként nagyon durva, hogy most a kamerát is meg kell szokjam, hogy hol van, mert most mindig arra néztem, mindig arra volt a kamera. Itt van a pofám felett egyébként, tehát most kb. Több hónapon keresztül gondolkodtam, hogy hova helyezzem el a izé kamerát, de most megvan minden. És minden megvan, és éppen ezért az egészségetekre kell inni. Most megmondom ezt egyébként, hogy ez... Ha valaki ezt kitalálja, hogy mi ez, annak adok egy ajándékszabot. Jó, srácok? Adok egy ajándékszabot, egy hónapost. Miki is van. Igen. Pontosan, a mikrofon is... A mikrofon állványunk van, ez egy mikrofon állvány, ami mindjárt betörik. Most már... Hát igazság szerint már ködítőta, nem. Egy jégesse, láttam a hajad is, belőttem ehhez a csodás alkalomhoz a kamerában. Láttam a hajad, azt mondja. Nem, az se. Már majdnem. De nem, még ennyi se. Még már közel jártok egyébként. Sőt, nem, a Gergő állt a legközelebb egyébként eddig a megoldáshoz. De addig, amíg kitaláljátok, hogy mi ez, addig elmondom a történetet, szóval, hogy vadonatúj a háttér az, ami hát a legszembetűnőbb, mert most, hogyha meg akarnám mutatni, hogy milyen is volt eddig a háttér régebben, de most valamiért nem akarja beadni azt a kurva anyját. Várjál egy kicsit. Hát... Jézusom, hát nem pont ezt én mondom, amit terveztem. Na most persze jó, bazd meg. Hol, srácok? Régen így néztem ki, régen, srácok. Én ilyen jó ember voltam, jó fogáson ezért vásároltak ember. Mi a fasz, keci, mi az a fejben? Igen, szíved. Szóval, ez a izé, ez a... Szóval ilyen nagyon ótvar, nagyon szar fejem volt, nagyon szar háttér volt, ilyen fos, még a régi ablak, meg a régi szekrények, meg a... Hát a szék az maradt egyébként, de ez a fos szék, régi szék, meg a... Hát minden szar volt régen. Régen minden szar volt, nem az, hogy régen minden jobb volt. Régen minden szar volt. Látod, teljesen kiégtem, pontosan, annyira szinte kiégtem be azok a sok streamelyes után, a két éves után. Itt a nagy fattyú volt, az fattyú, az megjegyzi. Szóval ez a helyzet. És most ez a helyzet, és most gyakorlatilag nem az van, mint ami volt eddig, hogy felkapcsoltam a lámpát, azt az óriási nagy lámpát, és akkor hirtelen így felvakított az egész fény, és olyan fos képen volt, és emiatt nem tudtam beállítani a kamerát 60 fps egyébként.
Srácok, nem tudtam beállítani. Most be tudtam állítani a 60 FPS-em, és elvileg az. Elvileg 60. Mivel, hogy hát hiába vesz az ember izé 1080p és 1080p 30, ez elvileg 720p 60 tud állítólag, és az hiába veszed ezt meg. Ha nincs meg a megfelelő fény, fényelés, akkor passzhatod az egészet. Most viszont vettem egy nem izét, nem softboxot, mert arra gondolna az ember egyébként, hogy softboxot vettem, de nem. Nem softboxot vettem, hanem egyébként tök érdekes, mert egy kibaszott lámpát vettem, csak egy ilyen éjjeli lámpát, nem éjjeli lámpát, asztali lámpát. Csak az először azt hittem, hogy ez egy hardbox, pontosan, ez egy beat, ez egy beatbox, bazd meg. Én szűz meg a rendet, szolgálom ezért. Egyébként fejem már. Most nézem, bazd meg, hát most nézem, közben az izé. A Tremi köze megválaszolta az izét, a választ. Megválaszolta a helyes választ. Pontosan ez. Volt Tremi, te bazd meg, egyből megérkeztél, és meg is kapod. Meg te nyertél. Veresbor, kérdez szépen, veres szájú. Fehérbort akartam volna, mert ez a jeles alkalommal mi, hát miért ne, hogyha nem alkoholt akarunk inni, hát most ezek a gazdag emberek nem a sört isszák. A minőségi embert nem söröznek, nem sörre gurítják azért az időt. Bor kell írni, bazd meg. Hát ott Gergő, neked is bort kell írni, nem sört, csak is a bor, semmi más. Azt is mondjátok egyébként te, hogy Úristen, Imó! Köszönöm szépen a követést. Nem tudom, most mondjátok már meg, most adott ki hangot ez a szar? Hát most oké, azt láttam ezt a jelet, de a hangot nem hallottam. Ha már kikapcsoltam ott, bazd, ne kikapcsoltam a desktop audiót, bazd neked, akkor biztos ti sem hallottatok semmit. Hát úgy nyilván nem hallottatok semmit, ha kikapcsolom a desktop audiót, hát... Na szóval akkor, várját Remi, figyelj, Remi, itt és most, neked most. Azt nem tudom, lehet itt izé csak úgy random embernek, hogy akárkinek izélni? Ajándékozni, vagy nem? Ajándékoz egyelő fizetést. Attól tartok, hogy ez random, nem random, nem? Újra kell kövesselek. Látod, baszki, nem hallottuk azt a csodás overlay hangot, mennek még hangja is van egyébként, kérlek szépen. Lehet konkrét személynek is. Ugye nem látjátok a bankkártya adatot, jó, rendben nem látjátok, rendben. Itt még ledobtok, itt mindent bazd meg, nem vesz pénz. Úgyis most kaptam meg a prémiumot. De bazd meg is tényleg. És csak a izére megyek rá, bazd meg, és csak. És csak a izére mentem rá, bazd meg. De hogy a faszba kell? Hát akkor Imó, akkor tessék, kaptál egy ingyen izét, előfizetést. De hogy, de bazd meg, hát rámentem, hogy izé. Egy előfizetés ajándékodása, de hol kell bazd meg itt izének random ajándékozás, nem. Egy bizonyos néte. Na ja, hogy itt kell! Bazd meg, ez tök jó, hogy utolsó időben. Na mindegy, akkor le van szarva, akkor... Akkor ketten kaptok akkor. Jó? Tessék, akkor most Remi is kap, és Imó is kap egyébként most izéjét. Előfizetést akkor, na, tessék, örüljetek magatoknak. Aztán, hogyha jó viselkedtek majd esetleg, majd a közeljövőben, akkor ti is kaptok majd, tessék. Remi, ott van, tessék, meg sikerült bazzony. Mindegy, hát most kaptuk most pénzt, most annyi pénz, mint a kurva élet. Én is bekövetlek újra. Nem kell bekövetni bazzony, mert akkor nem lesz odaírva akkor ha rámegyünk a nevedre, hogy 2019. április 12-e óta követő bazd meg, oda van írva. Meg az is, hogy korábban előfizetve 14 hónapig, baszki, 14 hónap. Azért az na. Azért az, hogy nem semmi. Én is bontok egy bort, nagy visszatérésre. Na, bontsál bort, mindenki bontsa egy borocskát, hogyha kell, akinek
akinek keresett meg a soros két is tud. Azért is jó egyébként, mert hát raktam be új emotot. De tudod mit? Elmondom. Most aki nagyon után nézett már, szerintem azt tudhatja, hogy ez nem én csinálom. Nem én csináltam az emojikat egyébként. Jók az emojik, jó, de nem én csináltam sajnos, hanem megszereztem. Hát szevasztászke, bazd meg, hát te is itt vagy. Elvettes streamer, hát megtörtént a csoda. 20 év után megérkeztünk a semmiből. Semmiből, sajnos egy vadonatúj szettel, vadonatúj buffal, minden szarral, bazd meg. A micsodákkal? Leveus, nem plébánosokat akartál mondani egyébként? Nem plébánosokat akartál írni? Gergely, és az a vicces, azt kéne csinálni, hogy azt a kurva chat falnak nem bazdmeg egy másodperc után tűnjenek már el a izék. Legyenek mindig láthatók az üzenetek a faszomba. Chat delay, nem kell chat delay-se. Loptam, igen, loptam. Elloptam egy cigánytól, jó nem. Jó kis begyestől. És most is csak vizet tolok, vízfüggő. Van nekem is vizem egyébként. Jó kis vitamin water. Jó, ez nem az van benne, ami alapból volt, mert ez egyébként egy ilyen vitaminos ital, de beletöltöttem vizet. Újra kellett hasznosítani az üveget. Én csak szentelt vizet élek belőle. Nem jó a szentelt víz. Meg kocsoltad már a szentelt vizet? Boldasztó. Bazeg már egy úristen, megint elment egy fél, és nem beszéltem én is semmit. Na szóval, nem itt olyan sok mindenről lehetne egyébként mesélni, de egyébként amúgy is kurvára szeretek popázni, úgyhogy most is popázni fogok egy jó sokat. Csak az a baj, hát úgy terveztem, hogy 5 órától 7, vagy esetleg 8-ig ment volna a stream, a beszélgetés. Hát elmegy bazdnek 30 perc a semmire, a semmire. Itt nincs mit tenni sajnos, úgyhogy most így bele kell húzni. Fog sikert egy óráig. Ez a baj most, mert gyerekek már mennek el bazdnek egy óra múlva, az addig gyorsan be kéne húzni egyébként. Na szóval. Össze kell szedni a gondolatokat. A 2020-ban, most mondhatjuk azt, hogy 2020 volt, mert 2019-ben kezdtem el streamálni, ott szinte majdnem végig streameltem. Kicsit hangosabb. Milyen zene? És mit állítottam be? Valamit bekapcsoltam, ami zenét? Bazd meg köz... Nem akartam be zenét bekapcsolni a kurva életbe. Na mindegy. Hát mondom, én kurvára elszóltam a streameléstől. Jó volt úgy. Akkor... Menjen a zene felőlem, csak akkor kicsit lejjebb megy, akkor lejjebb veszem. Így jó, casting coach, mert a háttérbe mindenét neked olyan 200 ezer fontos egyetemista barát. Iha. Igen? Igen, mondjuk a nézettség nőne egyébként. Nem az lenne, hogy egy ilyen azért fogyatékos análszökevint kéne azért követni az embereknek, hanem azért legalább valami értékes látványt is szolgáltathatnék esetleg. Ez nem egy rossz dolog? Nem egy rossz dolog? Így jó? Halkabban kicsivel ennyi. Jó, oké, akkor jó lesz így. Most beadtam én izéten dramatic, epic music, minden szart. Ennek a mai fiatok nincs sok a szex meg a halkabban. Hát figyelj. Valahol el kell kezdeni, tudod. Hát most a fiataloknál ott tapasztalatszerzés az alap, tudod, az a tapasztalatszerzés, és akkor utána, miután megvan a tapasztalat, utána mehet az elköteleződés, meg a letelepedés, meg a bevándorlás. Én na, szóval 2019-ben streameltem, 2020 volt egy ilyen dötögősebb év már, mert 2020-ban már csak több is ilyen kihagyások voltak, több kihagyás is volt. De emigrálás. Először adtam 2020. január, nem január, júniusába. Június-július környéket már kezdtem érezni dolgokat, hogy egyébként, hogy már kicsit talán nem az igazi nekem
Ott összejött minden, bőven az életben, azt tudom. Ja, hát 2020-ban igen, vegyes volt az a 2020-as év, mert alapból is kicsit már kezdtem kilábalni a streamelésből, nem élveztem már annyira a streamelést, kezdtem kiégni, aztán utána a munkahelyemről is elküldtek, mivel hogy hát pont akkor volt a Covid-os járvány, és hát ez azért lehet elég enyhe durván leépülés történt ott a munkahelyen, és emiatt így meg kell szabadulni pár embertől, és hát most mondhatjuk azt, hogy most mi miatt történt ez, hát most elvileg amiatt történt, mert inkább a fiatalokat küldték el, mivel hogy kurva sok volt a idős egyébként az a munkahelyben, és inkább úgy voltak fel, hogy az időseket, akiknek amúgy is nehezebben tudnak munkát találni, ezért őket megtartják. Elvileg nem volt probléma a munkával, az én részemről legalábbis, de nem tudok róla. Lehet, hogy pont, hogy volt probléma, nem tudom. És akkor volt az, hogy ami pont ez a baj, pont akkor kellett volna igazán streamelni, amikor nem volt munkám, de pont akkor ment el az is ahhoz is a kedvem, szóval ilyen szeptember környékén pont emlékszem, hogy a God of War 2018-os God of War meg a Batman Arkham Asylum-ot vittem akkor. A Batman Arkham Asylum volt az a végső koporsó, igazság szerint, de közben rájöttem egyébként valamire, hogy miért is voltam annyira feszült szerintem 2020-ban, egy csomószor voltak olyan streamek, amikor kicsit ilyen feszült voltam, meg hát akkor is ad miatt voltam, meg kezdtem kiégni, de ez nem biztos, hogy csak a streamelés miatt történt egyébként. Mindjárt lehetséges, hogy maga a munkahely miatt történt ez. Mivel hogy maga az a munkahely, ahol dolgoztam, nem volt egy virágzó munkahely szerintem. Legalábbis miattad, igen, pontosan, mert felbasztál 600 000-szer, aznak mindig nem hagytál élni. Mint egy picit most lement volna. Nagyon remélem, hogy most nem ment el az üzenet. Hát hirtelen azért lement 12 FPS, ne kúrjon fel ez a szarba az, mert tényleg megbaszok valakit most már. Egyszerűen most felment, lement 920-ra a kilobájt, aztán meg hirtelen felment 9000-re most. Hirtelen felment a izebélnyomás most megint, azt megjegyzi. Komolyan mondom, pedig vettem, most fizettem elő új internetre, és szar. Komolyan mondom, pedig 800 megabit per szekes, hát speed testen nézve 800 megabit per szekes a upload, a feltöltés sebesség, hát a feltöltés sebesség a szükséges, azt kell nézni. És mégis, nem értem, hogy mi a probléma ez egyébként, de nem értem tényleg, nem tudom, hogy lehetséges, hogy nekem a szerverrel van a baj? De nem lehet, hát megnéztük, hogy azért, hogy az ausztriás szerver az a jobb. De aztán lehetséges, hogy automatikusat kéne választani. Ezt meg mi hagytam itt, bazd meg, ezt tűnjön innen. Szóval akkor csak némi lag volt, remélem, hogy nem is lesz több. Szóval arra leszek meg kíváncsi, hogy játék köze mi lesz, bazd meg, mert akkor még a játék köze még szarabb lesz. Előre tartok már, bazd meg, előre félek, mi lesz. Na szóval, mit dolgoztam? Hát az volt a szerencs egyébként, hogy itt a környéken egy kb. Sétával 15 perc alatt beértem, olyan munkahelyen volt. És hát ilyen szerelő voltam, ilyen vászszerelő úgymond, mert ilyen robotgyártó cégnél dolgoztam, ahol hát voltak, akik robot alkatrészeket hoztak össze. Én olyan részeken voltam, ahol ilyen gépházakban, nagy szekrényekben, ilyen számítógépes, nagy, nem olyan számítógép szekrény, amit be kell gondolni, ilyesmire, hanem ilyen nagy elektronikai szekrény, ami gyári munka. Gyári munka volt, de azért nem olyan gyári munka, hogy amire kell gondolni esetleg, hogy ilyen gyártósoron meg ilyesmi volt, hanem inkább egy ilyen... Inkább egy attól független fizikai munka volt, de nem gyári munka volt inkább. Nem gyári munkának mondanám. Mert nem gyártósoron, mi zértünk, ugyanazt csináltuk non-stop. Jó, oké, attól független
így a vászerelés az megvolt, de attól függetlenül azon kívül is volt más, egyébként ilyen lemeztáblákat kellett csiszolgatni, meg akár volt, amikor hegeszteni is kellett, mert ugye hegesztő nekem a hegesztő a végzettségem egyébként, és sokszor volt az, hogy beküldtek engem oda is. Vagy akkor kellett hegeszteni, és akkor össze kell hegeszteni az alkatrészeket. Csak azokat a vázokat, azokat a bizonyos szekények be kellettek, meg elvileg valamilyen analizáló szerkezethez kellettek egyébként azok a vázak, és akkor az volt a feladat, hogy össze kellett szerelni. Szépen így darabjában kaptuk őket, akkor fogtuk, jött, ilyen fóliástól jöttek le kellett szedni, le kellett tisztogatni az a darabokat, és akkor össze kellett állítani, aztán ha kartos volt, akkor össze le kellett polírozni, és akkor utána mehetett a végellenőrzésbe, aztán utána mehetett a utána. Ez nem is lett volna egyébként probléma, csak maga a közösséggel volt nekem problémám, meg a munka, a vezetőséggel. Ott rúgtak belém, ahogyha tudtak konkrétan. A vezetőség az olyan szintű izé volt, mocskos. Na nézd meg, ha még a Penfri is izéjét benyomta egy előfizetésbe, az meg nézd meg. Hát egyszerre három feliratkozom lett. Hát látod, nézd meg, milyen sokan akarnak engem látni. Hát köszönöm szépen, Penfia. És ez már neked negyedik hónap. Negyedik hónapod már. Szóval ez már egy jó dolog. Ebből látszik, hogy egyébként ez a szerencse egyébként, hogy megmarad az előző hónapokbeli előfizetések. Szóval köszönöm szépen megint. Na, szóval 20 percet szenvedtem, de végre sikerült. Na, de legalább megvan akkor. Nem is tudtam, bazzak, hogy ezek a múbotok is még működnek. Ha oltön, töttél, miért van, ha találsz, esetleg tetszik, amit látsz, akkor ne felejtsd bekövetni. Hát igen, ezt egy jó két évvel ezelőtt írtam ezt a fasságot. Azt kellett volna inkább bírnom, hogyha megkívántál, akkor és esetleg kicsapnád a brét. Ja nem, ez nem az OnlyFans, jó, akkor nem. Kentot el akart esetleg előfizetni? Na. Akkor már a moderátorok mindenki előfizet. Ott van legalább a Penfinek, ott van az alapító jelvény, látod, bazznek, ezt így kell csinálni. Szóval, önmagában a munkával nem volt probléma, inkább a közösséggel volt nekem baj. Annyira eltávolodó, ilyen toxikus közösség volt, nem tartottak össze, kibeszélték a másikat, inkább úgymond besározták a másikat, egyből mentek. Voltak ilyen csókos emberek, akik mindig így besározták a másik embert a vezetőségnél. Látták, hogy egy pillanatra most abba hagyta a munkát, egyből rohant vezetőnek, hogy az a srác ott, az a Márté gyerek, az ott telefonozik, gyorsan nézzék, kapcsolod le. Nem fizetek elő, még ki tudja, meddig már. Figyelj, lehetséges, hogy egy hét lesz ez is. Ezek után, hogy látom itt, hogy az internet már megint kur. Ki tudja, mi lesz itt még? Nem. Bízom benne, hogy most már nem lesz ilyen. Kopás, hát nagyon remélem, mert most mondom, én most kurvára akarok streamelni, és van is kedvem, és vannak terveim, vannak ambíciók, van minden. Előre van annyi tervem konkrétan, hogy azt nem tudom még két kezemmel nem tudom megszámolni, és megint beraggolt egy pillanatra. Láttam, de ezt lehet, hogy csak nálam volt. Nem, szerintem nálatok is csinált ilyet. Hát szevasz László, hát bazzek, hát te is itt vagy? Hát hogy a faszomba? Végig azt hittem, hogy te nem fogsz csatlakozni, mert te így osztrák földön, bazzek, nem lesz neked interneted, bazz meg. Az Ausztriába. De akkor meg is te is meg vagy akkor. Hát mondom, most már tényleg mindenki itt van, bazz meg. Hát komolyan mondom. Te is láthatod a fantasztikus A szettet, az új, azt hittük, hogy tényleg nem tudsz jönni majd, meg ilyenek, most Ausztriában nincsen internet, meg ilyenek, szóval ez egy nagy meglepetés, kellemes meglepetés, srácok, szóval most éppen, hát annyira maradtál le konkrétan, hogy 40 perces streamből, hogy itt próbálgattam megint beállítani dolgokat, mert most érdekes módon megint szar volt a tusz, most megnézem, hogy egyébként ez de nem még tart, jó, mert csak 10 percig fog tartani, szóval lehet, hogy újra kell majd indítsam, szóval kurva jó.
Addig beszélgettem arról, hogy most ilyen újdonságok vannak itt, meg... Igen, az Imó is Ausztriában van. Ebből lehetséges, hogy találkoztak egymásra, csak nem ismerték meg egymást, aztán figyelj csak, bazd meg. Mondjátok el szépen, hogy hol vagytok, merre vagytok. Utca, házszám, lakcím, egyből gyorsan. Kapjátok ki gyorsan a személyit, hogy a stream rendesen? Hát most megy. Mert eddig voltak érdekességek, valamiért nem akart működni valami oknál fogva, nem tudom, mi volt a probléma, lehetséges, hogy irányítottam be valamit rosszul, nem tudom. Mert hát, mondom, ez volt a legfontosabb dolog, hogy szerződést kötöttem, új szerződést kötöttem a Telekommal. Megint kezdi, elhagytam a Vodafont, és elmentem a Telekomhoz. És akkor ott előfizettem egy új szolgáltatásra, és akkor az már nem 500 G-s nete van, hanem eznek már hát 1000. És ennek most konkrétan elmondom, hogy amikor még az előző internettel speed teszteltem, akkor 31 megabit per szekes feltöltés sebességem volt. A mostani internettel 800, bazd meg, 800, érted? 800, de hogy a faszba, 800 feltöltés sebesség, de hogy az Istenben lehetséges az, hogy mi mindig bekurbazd meg, hát 6000 izért nem tudok, 6000-es bitet, hát nem tudok beállítani, még így se. Ne kurjon már fel, jó Isten, tényleg. Lehetséges, hogy tényleg amit elkúrok, még azért, mert E hét erről fog szólni. E hét erről fog szólni, hogy itt tesztelgetni fogunk. Most tök jó lesz egyébként most, hogy lesz majd este valami, most nem mondom még ki, hogy mi. Ott majd lehet tesztelni majd játék közben. It's very big internet, igen, it's very big. Csak hát, it's very big fuck is your dick. Bazd meg, is for ass. Anál kanál a seggedbe, bazd meg ennek a kurva anyjának, de hát... Tehát úgy néz ki, most egyedül, hogy jónak tűnik, aztán meglátjuk, lehet, hogy kell egy kis bejáratás, mint ahogy azért cipőt is be kell törni. Egyet is be kell törni lehet. Az autót is rá kell gyújtani, és melegíteni kell az autót, egy 5-10 percig melegíteni kell, és utána lesz jó. Most se lehet tudni. Ez meg László, kér szépen, ez... Veresbor, kérdezi, mert veres? Veresbor? Hogy muszáj. És mióta betörtem a fejem, azóta vagyok ok. Az meg geci. Este örüljék-e meg 2800 forint havonta a két igel. Hát basszom meg a Pest. Hát komolyan oda fogok költözni. Hát szerintem ezért basszom, mert szar a Taksony. A Taksony basszom a világ végén van, a világ másik pontján, és emiatt nem jó net. Hiába mit csinálok, basszom meg. Alsó Ausztriába. Alsó Ausztria. Ez olyan, mint azért Pest Erzsébet felső, meg alsó. Bazd meg. De hogy a faszom, 2800 forint havonta két igásnek, bazd meg. És megint bazd meg, hát álljon már meg, hát tényleg, hát oké, hogy csak egy pillanatokra áll meg, de akkor is kurvára idegesít ez. Jó, megint visszaállt. Szétver az élet. Nem igaz, a Blahánél. Akkor te is ismered a blahai életet? A blahalújzai forróságot? Bazd meg. Nem kis káosz van ott azon a helyen az a helyzet. Azon is gondolkodok, meg nem tudom. Meg kell majd nézni egyébként ezt, hogy mi lehet a probléma ezzel a szarral. Webcam capture, azon is lehet hallok róla ezt-azt. Akkor gondolom a 8 kerül is hallottál akkor egy-két dolgot. Gondolom. Na szóval, visszatér még a munkára, szóval... ott dolgoztam, és 2020-ban elküldtek onnan, aztán akkor jó fél éven keresztül nem... Hagyd már abba, baszd meg, hát mi a szar? Egy-egy akrabban csinálja már ezt. Nem tudom, a fasz. Oké, hogy nem akkora tragédia, de... De akkor is. Kurvá idegesít ez. Na szóval... A tényleges probléma az az,
hogy utána is találkoztam világvége internet. Hát itt lehet, hogy világvége lesz a végén, bazd meg. Elkötöm magam mindjárt. Mindjárt ide megy a hangot folyamatos. Hát jó, a hangom az jó. Az jó. Annak örülök. És fasz folyamatos, legalább. Ez már vigasztal valamennyire. Már csak addig. Hát jó, lehet tényleg, hogy csak valami beállítási problémák vannak, meg meglátom. Az a lényeg, ja. Szóval fél éven keresztül próbálkoztam új munkahelyeket találni, és akkor voltak ilyen próbálkozások, de ezek két helyen is voltam azóta, de akkor kb. Két hétig, vagy egyiknél két hétig, a másiknél még egy hónapig voltam, aztán ott is hagytam, mert nem az én műfajom volt. Aztán most 2021 januárjában találtam egy vadonatúj munkahelyet, ahol még mindig ott vagyok egyébként, és ez egy kurva jó hely. Gyakorlatilag itt van a szomszéd városban, Harasztin, Dunaharasztin, ott kb. Egy ilyen autóval 10 perc, mert azóta már autót is tudtam szerezni, mert akkor még, amikor streameltem, még autóm se volt. Azóta persze attól függetlenül meg volt a jogosítványom, csak még autót nem vettem, mert nem láttam értelmét. Hogyha hát itt volt az a munkahely 10 perc, most valamiért nem láttam értelmét, hogy vegyek autót. Azt most szóval már kellett, mert olyan helyen van, hogy nem van még tömegközlekedés se arra, szóval muszáj volt a kocsit megszerezni addig. És most egy ilyen darukezelő helyen dolgozok, egy ilyen acélkereskedelmi helyen, ahol ilyen mágneses, ilyen kapcsolós darukkal, ilyen joystickos darukkal kell mozogni, és akkor itt ilyen acélon belül csöveket, acélcsöveket, ilyen zárt szelvény, ilyen télalap alakú izék, vasak, meg egyéb cuccok, ilyen lapos vas, meg szögacél, meg stb. Ilyeneket tárolunk, stb. És akkor az ilyen raktárnak kell elképzelni. Nem is ezzel lett kenyereztek inkább engem le, hanem maga a közösséget. Tényleg. És ez, na most kurva hosszú folyamat volt egyébként, most kurva hosszú szövegszerkezet volt, amire ideig eljutottam, szóval még aki elfejtett, amit akartam mondani, hogy ahova akartam kiukadni, hogy azért érzem azt, persze, ha az internet jól fog menni, azért érzem azt, hogy most jobb lesz a hangulatom is, meg nem fogok annyit felbaszódni egyébként, szóval nem az lesz, hogy megsértődök sok ilyen szarságon, ilyen vicceken, meg ilyesmi, mert sokkal jobb a közösség, sokkal jobb közegben dolgozok minden nap, és kurva jól érzem magam, és emiatt nem vagyok feszült egyáltalán. Majdnap is geci jó volt egyébként a munkahelyem, nyilván most már más kérdés, hogy azért is terveztem a keddet a stream kezdésnek, mi vagy azt hittem, hogy ez a nap az utolsó napon, mindjárt vége a nap, a zenének, mindjárt akkor bekapcsolom, újra kapcsolom, hogy valamit legyen, hogy legalább valami legyen a háttérben, tudod, hogy van ez. Többit megoldjuk majd. Hát bízok benne. Hát az énnek akkor most már nyomhatom a skill issue beszólásaimat. Igen, igen. Ó, Gergő. Most haladsz volt egyébként a jel. Hogy az a, mi a szar? Az overlay hang. Köszönöm szépen egyébként a csírt. Így te vagy az első a csírek között. Most már 2100 csírebb az neked. Komolyan mondom, így aztán már. Így már tér lesz internetre pénz. Megjött? Na jó van. Királyság, végre, ezt is most már hallhattuk. Mondjuk lehetséges, hogy a Penfiné is hallhattuk, amikor ő is előfizetett egyébként. Szóval biztos. Mi a fasz? Ja jó, oké. Szóval, ami nekem, ez volt nekem számomra a legfontosabb egyébként, mert őszintén, mert sok embernél van az, hogy leszarják a munkahelyet, és olyan értelme, hogy milyen közegnél dolgoznak, milyen helyen, milyen maga az alap egész. Sok ember az a fontos, hogy jó pénzt keressen. Nyilván nekem is ez is fontos tényező, hogy jó pénzt keressek, mert nyilván most 100 000 forintért nem mennék dolgozni, attól független, de nem ez az egyik, nem az egyik egyetlen fontos tényező számomra, hanem számomra rohadtul fontos az, hogy jó közegben dolgozzak, vagy úgy tudok jól teljesíteni is. Vagy úgy nem tudok jól teljesíteni, hogyha szarul érzem magam. Egyébként. Mert én kicsit ilyen érzelmes típus vagyok. Aztán én
rohadtul szeretem azt, hogyha a közösség van olyan kitartó és összetartó és családias és barátságos, hogy azzal befolyásolni tudják esetleg a teljesítmény képességeimet is. Úgyhogy ez idő alatt ezt próbáltam, csak ezzel egy probléma volt, szeretném, hogy van a kártyám, úgyhogy az úgy kurva jó. És pont amikor közeledik a karácsony, az meg. Fogadjunk, bevásároltál. Miért bevásároltál sok a karácsonyi ajándékokkal? És ez is a saját neked. A neked való ajándékok, fogadjunk, megvetted a legújabb PlayStation 5-öt, amit még mindig nem tudtam egyébként megvenni, de attól független minden más megvan. Az úgy jó lehet egyébként. Ugye a minusz 111 forint, az meg édesok. Még nekem is több volt, baszki, egész teig 1000 forinttal kullottam, azt most megjött végre az izé. Évvégi prémium, aztán most végre valahára ez megvolt. Mert túlságosan elszaladtam itt az izé vásárlásokkal, itt izé itt a tévével, meg ágyjal, meg most... Nem most... Vettem itt egy baszott nagy ágyat, vagy ágyat, tévét, 100 centis tévét, ebből nem lesz idén halászlé. Azt nem is kell. Nem is kell halászlé, fasznak a halászlé. Ez szar. Érted, az jó, most is azon játszom. De jó, neked imó, bazd, nem akarod kölcsön adni? Jó lenne nekem most. Legalább addig, amíg végigjátszom a God of War Ragnarököt. Bazd meg, de jó lenne. Ne. Olyan mondom, ha kell, ha törik haszakad, de megveszem, bazd meg. Csak a God of War miatt. Én csak PC-n tolok. El kell sakadni a PC-től. Egyébként, remélte egyébként, mert emlékszem, hogy te streameltél régen, amikor én is streameltem, akkor te is nyomtál egy-két streamet. Mostanában te streameltél egyébként? Mert tudom, hogy a Kenta streamel. Egyébként bocs Kenta, hogy egyébként hát sok streamet, de nem tudtam ott lenni végül, mert mindig pont úgy streameltél, hogy pont nem tudtam ráérni, meg pont el voltam foglalva, aztán nem tudtam ott lenni. Ehelyett most két streamben tudtam azt hiszem ott lenni, amikor te streameltél. De nem felejtettem, amit mondtam. Nem felejtettem el, azt mondtam, hogy Discordon még beszélni fogunk. Úgyhogy ennyi. PC a best a faszod? Jó, egyébként tényleg, jó, oké, aláírom, hogy a PC az jó, nyilván, ez fontos. De amíg nincsen God of War Ragnarök, bazdmeg az izén, nincs God of War Ragnarök a PC-n addig. Addig nem tudok mit csinálni, addig meg kell venni. Igen, mert te azt így lemaradtál a izéről is. Gergővel való közös izéről, toplistázásról. Az ott, elkezdtem ott ajnározni ott a izéről. Elkezdtem ajnározni a God of War-ról, hogy mennyire imádom most már a God of War-t, vagy most már végigjátszottam PC-n. What the fuck? Olyan már, Tenfi, már te is. Nem elég, hogy izé még előfizetsz, de még csirelsz is be ezek. Úristen, hát köszönöm szépen neked is. Most csak, hogy most nézem, hogy ez az első csíred. Mert emlékszem, hogy te csináltál valamit, adományoztál nekem régen. Csak te akkor izét nyomtál, donációt, donétet, nem csírt. Te volt az egyetlen ember, aki donételt egyébként, mindenki más csírelt egyébként. Nyilván valószínűleg azért, hogy látszódjon azért a kivetítőn. Nyilván vannak azért emberek, akik régi időkben voltak. Na, Kristóf, megvártad a videót? Ha nem akad esetleg most kirakni a videót? Kíváncsi ennél jó kis állítsd-re. Na, jó, tudom mit? Ha már nem, az a baj, mindjárt mennek el az emberek, mindjárt kezdődik a Gergőjéknek a streamje, amiben egyébként csak így mondom, majd én be fogok csatlakozni, csak ugyanúgy streambel. Ami nem mondom, hogy mi lesz. Szóval... Nem igazán tudtam, hogy mi ez. Ja, nem tudtad, mi ez. Egyébként... Most azt nem tudom egyébként most, hogy a... adomány között, meg a csír között mennyivel másabb a különbség, hogy most a csírben kap a streamer többet, több részét kapja meg annak a csír mennyiségnek, amennyibe került persze az a csírelés, az a vagy... vagy a adomány kerül, hát az kap azért többet, nem tudom.
hogy lehet, hogy adományból teljes egészében megkapod, de nem hiszem, kétlem egyébként, biztos, hogy a Twitch az valamennyit biztos, hogy leszippant magának, akik is érni kell valamiből, kit, mert nem. Feltöltöm és feltölti, még akkor lehet ma is. Na, királyság. Na szóval, most visszatértünk, és remélhetőleg minden rendben lesz. El tudom mondani azt, hogy nem csak új setup, új háttér van, mert most egyébként leváltottam a szekrényeimet, új szekrény, új komót, új izé, minden szar. LED világítást nem vettem még, pedig egyébként terveztem. És tervezni is fogom. Fogok csinálni oda izét, oda fogok rakni, majd bazdmeg az a tévé mögé. TV mögé fogok tenni egy LED csíkot, bazdmeg, és fasza lesz. Minőségi streamer leszek be az önmondatok kezdve. Rám néznek. Ennél leszek, szóval ne haragudj. Igen, épp melózok. Hogy lehet melózni? Hogy te délután most műszakos vagy, vagy mi? Úristen, geci, melózok még az. Azt a kurva. Vagy akkor ezért tudsz izélni. Ne fogod, ha izé otthon nem tudnál. Szerintem. Szóval ez is megvan, szóval van új setup, vettem új asztalt egyébként, webkamera ugyanaz, viszont van új, mert mikrofon is ugyanaz egyébként, csak vettem mellé egy kis szivacsos szart, ami még pluszban gátolja a hangot, és a mikrofonállvány, ami kurva fontos volt, nagyon fontos volt, mert amit látszott egyébként régen, hogy régen hogy volt, most nézem közben, hogy elindult valami más is, nem tudom mi indult el, de inkább tekerjük vissza, inkább tegyük, kezdjük előről, ami eddig volt, mert abban biztos vagyok, hogy az jó. Majd írok, ha feltöltötte, vagy itt, vagy már vipabál. Jó, oké. Rendben. Úgy legyen, Kristóf. Már várom. Kíváncsi vagyok, hogy te hogy játszol egyébként az a játék, hogy te mennyire vagy profi. Meg kíváncsi vagyok, hogy te melyik pályát fogod tolni majd. Szóval ezek mellett vannak terveim, hogy miket streameljek. Most nyilván most a felállás nem fog annyira változni egyébként, val ugyanúgy meg fog maradni a végigjátszás. Streamek, rendben László. Köszönjük szépen, köszönöm szépen, hogy vissza fogod nézni, remélem, hogy jó lesz, meg hát azokat a próbálkodásokat, amit az elején voltak, azokat ki is törlöm a pisába, mert azonnak semmi értelme nincsen, csak szenvedés, meg hát az első 5 perc, amikor a hang is batakodott valamiért, de aztán az is helyreállt. Szóval a végjátások azok maradnak. Ugyanúgy végjátások. Szóval azok, amiket el is kezdtem, és azért is van odaírva egyébként, látta, jól látta a Gergő, szóval, hogy ott volt az, hogy Cyberpunk 2077, meg a God of War, meg volt a Nioh 2, azokat már elkezdtem, azokból már csináltam egy vagy kettő streamet, ezért azokat folytatni fogom, vagy újra fogom kezdeni, nem tudom, mert ebben a videóban csak a tutoriálok meg az első pálya lesz benne, jaj, csak az első, akkor az izé mi a fasz? Windmill Isle? Azt hiszem, úgy hívják, nem? Windmill Isle? Nem. De. Nem, Apotosz, bazd meg, hát jó, Apotosz, de Apotoszon belül Windmill Isle, hát Apotosznak hívják maga azt a helyet, azt a várost. Na jó, szóval emelet, multiplayereket akarok streamelni ettől független. Fogunk is, nem is olyan régen, nem is annyira messze. Lesznek multiplayerek is, minden lesz, és azon kívül próbálkozok valamilyen kis, nyilván lesznek ilyen beszélgető streamek, mert amúgy is szeretek beszélni, ott is látszik, és ezen kívül lesznek ilyen terveim, mert ott szerintem kezd előre, a többi maradhat. Jó. God of War kezdem előre. Jó. Jó, mert abból csak egy streamet csináltam. Egyébként, igen. De a God of War máshogy fogom elkezdeni egyébként. A God of War-ba úgy tervezem, hogy abból franchise-t akarok csinálni. A PS5-nél lesz. PS5-nél, ha megveszem a PS5-t, akkor lesz ott egy olyan megoldás, hogy a Premium, amiben elő lehet fizetni a Premiumra, és ott lehet régi játékokkal játszani. És ott a God of War 1-2-3-at, a régi trilógiát, a spártai God of War trilógiát fogom előbb tolni. És utána fogom csinálni ezt. God of War-t, és aztán majd a Ragnarököt.
Mert szerencsére az Aber Media még megvan, még megmaradt. Milyen szerencsém, hogy már éppen eladni készültem pont a Lászlónak, pont a Lászlónak készültem eladni. Milyen szerencsém, hogy végül nem adtam el. Akkor már úgy voltam, hogy hát úgyse fogok streamelni, úgyse fogok visszatérni a streamelésbe. Minek az most már felesleges, csak itt van, itt postad, ezt 10 000 forint el tudnám adni tök jó árba. De jól tettem, hogy nem adtam végül el, mert elvileg az is jó lesz PS5-höz is. Mert PS4-hez jó volt, szóval az a PS5-höz is jó lesz. De viszont lesz egy érdekesség, ami a leginkább izgatott vagyok egyébként. Srácok, a legfontosabb most az, most be fogom jelenteni azt, hogy mi lesz az első nagy projekt. Nyilván most ezek a beszélgető streamek lesznek, vagy lesznek ilyen azokon gondolkodtam, ilyen sok ilyen terven, sok ilyen projekten, meg ilyen elképzelésen gondolkodtam, de azon töprengtem, hogy valamilyen havi ajnározást címszóval kéne valamit csinálni, és akkor mindig, minden hónapban egyszer lenne ilyen, és akkor ajnároznék valamiről. Mint mondjuk a Witcher 3, Witcher 3-ról mondjuk. Akkor egy jó kis 3 órás, azt fele gondolom, mi lesz az, de én végig szentőítem abban, hogy viszont láttak, és úgyis lett. Na hát köszönöm szépen, Kenta, köszönöm, hogy te levelem. Te is hittél szentül, hittél, hogy vissza fogok tenni. Hát az a baj, hogy nem beszéltünk olyan sokat az elmúlt egy évben. Meg, mert Discordot sokáig nem nagyon használtam. Ebben az évben is, meg tavaly sem nagyon használtam a Discordot őszintén, és inkább a Facebookot használtam, és Facebookon meg nem voltunk ismerősök, és emiatt nem nagyon beszéltünk. Ezért hát a Penfivel tudtam, hogy Penfivel is kell, egy ilyen fél évente, negyed évente beszéltünk csak egyébként. Gergőné is volt egyébként, hogy több hónapig nem is tudtam vele beszélni, mert gyakorlatilag annyi káosz, akkora káosz volt az egész élet, meg maga ez a munka is olyan úgy volt beidőzítve egyébként ez az egész időpontok, hogy na, menjél vissza, azért. Szóval úgy volt beidőzítve. Na, menjél vissza szépen, jó, oké. Katasztrófa. Szóval most hol is tartottam? Ezek a szarságok miatt fejtem, amit akarok mondani, mondom. Mindig összetartottam. Minket összetartottam One Piece. Pontosan megába. Te főleg át nézte a One Piece. Nem úgy, mint teken, mert valószínűleg mindig nem kezdted el a One Piece-t. Pedig ez a 2 év alatt annyi szóval rég befejezhetted volna szerintem. Helyette gondolom majd a My Hero Akadémiával valószínűleg napra kész vagy, amiben én nem vagyok napra kész egyébként, mert a 6. kiadót még nem néztem. Nem kezdtem még el. Szóval a munka is meggátolta, hogy visszatérek, mert délelőttes és délutános műszakos voltam, és így annyira tarul tudtam volna rendes időközönként streamelni, és az a baj, hogy most ennek az ára bekövetkezik most is. Szóval, hogy hiába tértem most vissza, ettől függetlenül be fog állni ez a probléma megint. Olyan értelemben úgy fog beállni ez a probléma, hogy nem fogod tudni konzisztens időben streamelni. Akkor nem fogom tudni azt csinálni, mint régen, hogy minden nap 9-kor. Minden nap 9. Nem, most nem is akartam már 9 órakor, mert most már éjfélig nem vagyok fent, hanem általában már 11 órakor már inkább húzom a lóbört, nem akarok elaludni a munkahelyről. Ezért van az, hogy most már korábban akartam tervezni streamet, Csak még nem biztos, hogy most ez az 5 órás legyen, vagy ez a 6 órás legyen, meg úgy akartam streamelni, nem akkor akartam streamelni, mint amikor a Gergősz, vagy a 7-8-kor. Úgy akartam streamelni, ezért, hogy legalább akkor ő is lásson valamit, ő is legyen ott a streamenbe, az meg én is legyek az övébe legalább akkor, szóval ne egy időbe nyomjuk, hanem egy kicsi eltolódással, kicsi eltéréssel menjen az. Én nem is így akartam, így gondoltam.
Aztán, hogy mi lesz ebből, azt meglátjuk, mert most délelőttös vagyok, most oké, most ez így meg lesz. De jövő évtől délutános leszek. Délutános leszek, ami az a baj, hogy akkor meg 2-től 10-ig dolgozok. Szóval most vagy úgy lehet megcsinálni esetleg, hogy 10 óra 30-kor hazaérek, beindítok egy streamet, és akkor 10.30-tól mondjuk fél egyig max, és akkor ilyen másfél óra, vagy max 2 órás streamet tolok be esetleg. Maximum. Nem többet. Vagy meg ezen mellett esetleg, esetleg még nyomatok még mellette egy délelőtt, és az a baj, hogy délelőtt nem hiszem, hogy sokan lehetnének egyébként, mert mivel meg lehet csinálni azt esetleg, hogy mondjuk 10-től délig vagy egyig csinálnék valamit. Csak hát nagy valószínűsége jó, ha egy vagy két ember lenne egyébként, mert hát nem sokan érnek rá, nyilván most ezt vissza lehet nézni, de attól függetlenül nem biztos, hogy olyan sok ember visszanézne, mert magamból indulok ki, mert én őszintén ritkán szoktam visszanézni streameket, ritkán szoktam azt csinálni, hogy ha nem vagyok ott, akkor valamiért nem nézek vissza. Most nyilván most a Gergőnél az előfordult már azért, hogy visszanéztem a streameit, mert most valamiről lemaradtam. Úgyhogy God of War-ról mondjuk, bazd meg. Meg kellett hagyni. Szóval ez csak természetes, hogy egyébként Gergő, hát nyilván ezt szeretném, hogyha így lenne. Hogy akkor kölcsönösen ne egymás ne egyszerre streameljünk, hanem akkor te is legyél az én streamemben, meg én is vagyok a tiédben, és akkor így legalább nem az lesz, hogy izé nem látjuk egymást, bazdag, elkerüljük egymást, bazdag, mint a vonaton, bazdag, itt megyünk a metró megállón, te éppen kiszállsz, én meg a másik ajtón, amiben beszállok, bazdag, azt pont nem látjuk egymást, bazdag. Szóval ez lenne a felállás egyébként. Kurvára összeszedetlenül beszélek egyébként, mert össze-vissza beszélek mindenről, csak úgy ömlengek, és nem következetesen beszélek, de nézhetjük vissza egymást offline. Hát igen, legjobb esetben ez lehet a... ez lesz a megoldás. Egyébként most, hogyha a délutános műszakban biztos, hogy nem fogunk tudni egyszerre streamelni legalább, mert 10-10-re mert a végzel, és most 10-30-re esetleg fognám magamat, és nem vagyok kurvára elfáradva esetleg, hanem akkor lenne még kedvem egy két órára, akkor mondjuk akkor meg te már aludni fogsz már 11 órakor, szóval akkor teljesen mindegy egyébként, hogy belejössz újra. Ja, igen, mert most így annyi gondolat van a fejemben, annyi mindent akarok mondani, és tudom azt, hogy valamilyen szinten sietnem kell, mert fél óra múlva, sőt nem is fél óra, 15 perc múlva már kezdenek a Gergőjék, azt kevesebben leszünk sokkal, mert a Gergőjék, Kristóf, Erhár, Imó, Somlói, mindenki mennek a mesterhez. Nem érzek változást, nem érzek. Hát ez a baj, hogy pofázni ugyanaz, ugyanúgy megy, csak max a háttér lehet más egyébként, attól független, ugyanúgy csak a pofázás megy, egyébként semmi egyéb dolog. Szóval ez a ajnározás, ez a havi ajnározásos fasság mellett van egy nagy projektem, amivel, ha lehetséges, már holnap elkezdeném. Holnap. És ez nem más. Egy franchise végigjátszásról lenne szó. Most akkor gyorsan ezt elmondom. Csak nyugodtan tussolj, csak a Imó. Szóval egy nagyon nagy franchise végigjátszást szeretnék csinálni, ami nagyon a szívem csücske egyébként. Az egyik kedvenc játék sorozatomat fogom elővenni, amit már gyakorlatilag gyerekkorom óta az egyik kedvencem, és az elmúlt években kicsit eltusoldott, vagy kicsit fű alá ment, de most az elmúlt két évben kurvára újra visszajött az életked, meg újra visszajött a hype körülötte nekem, számomra legalábbis, ezért, és ez egy kurva hosszú franchise végigjátszás lesz, mert ebbe a franchise-ban lesz vagy 18-20 játék. De ez egy szerelemprojekt lesz, ez olyan szerelemprojekt lesz, hogy ilyen szerelemprojekt még nem volt még a Dragon Ball Z-ek akarod se egyébként. És ez nem más, mint hogy végig fogjuk játszani, már szerintem, hogyha minden jól megy, akkor már holnap el fogom kezdeni. Végig fogjuk játszani a Sonic franchise-t egyébként. A Sonic franchise-t fogom végigjátszani. Fullba. Minden játékot. Minden, nem minden, csak a fő,
a fő cuccokat, tehát ilyen izé random szarokat nem fogok csinálni, nem fogok játszani, mert van vagy 60 játék azok azon kívül, de csak a fő történet vonalú, fő vonalú Sonic játékokat fogom. Micsoda fordulat, meglepődtél, te aztán kurvára meglepődtél. Hogy ne láttam volna a második filmet, bazd meg, hát... Hát tehát ha láttad volna, hogy mit örjöngtem, tehát örjöngtem, mint az állat, bazd meg. Örjöngtem. És így nyomtam neki, bazd meg, mikor ezért tábbist után jön ebbe. Megjött ott a karakter, az a karakter, akit én legjobban vártam. És akkor így nyomtam, kurva. És úgy üvöltöttem akkor, hát konkrétan mindenki vissza, mindenki. Szó szerint az volt a moziban, hogy üvöltöttem, hogy ez a... És akkor mindenki, kivétel nélkül mindenki hátra nézett, mindenki visszanézett. Ki a fasz, ki csír, mi ez? Ez hülye gyerek, hülye ez? Mit ordít ez az ember? Ez a baj, bazdnek, hogy ez is magyarok, bazdnek, senki nem ismeri a Sonicot, ez a baj, bazdnek, senki nem ismeri. Olyan kevesen ismerik a Sonicot, bazdnek, mindenki a Mario-ról beszél, mindenki csak a Mario. Az a legismertebb itt a magyaroknál, de Sonicról senki nem beszél. Ez a szomorú. Szomorú. De legalább Kristóf személyében találtam egy vadonatúj, egy új Sonic fant, aki legalább ugyanúgy Sonic van, mint én. Úgyhogy kíváncsi leszek, Team Mario, hagyjam el. Vagy ezzel majd meg fog változni a véleményed. Most sem mondom, olyan szinten meg fog változni a véleményed, aznak, amit látni fogod, persze, ha látni fogod, nem mondom ezt, hogy pont akkor fogom streamelni, amikor te is streamelsz. Olyan szinten meg fog változni a véleményed, bazeg. Mario, főleg Mario pizzázók. Vannak Mario pizzázók. Egyébként megnéztem a Avatar 2-t vesz. Majd azt is. Ja, ezért rá gondoltál a Mario filmre, majd... Hát jó, én annyira nem vagyok annyira felkapva, érted, de jó, nyilván... Mert nem utálom a Mario franchise, de egyszerűen mai napig nem tartom, nem látom értelmét annak, hogy miért hasonlítják össze a kettőt. Miért hasonlítják össze a két franchise, mert annyira más az mind a kettő. Ja, a Mario az tényleg egy családközpontú, mindig is családközpontú és mindig is gyerekeknek szánt tartalommal bírt. A Sonic meg nem. A Sonic franchise nem. Legalábbis hát annó még nem. Most már lehet. Most már lehet, hogy így van. Most már lehet, hogy irányba tartott, ment, de régen nem így volt. Régen kurvára nem gyerekeknek, hát nem egy gyerek stúz volt, de mindegy, de inkább sokkal komolyabb, sokkal dárkosabb sztori volt, de mindegy. Ez majd kiderül, majd majd nyomni fogom. Sonic franchise mindig is egy szatirikus. Jó, az ennyi nem azért, de szatirikus horror, bassz meg. Nyilván nem azt mondom, hogy azért God of War vagy egy Witcher 3 nem megint bassz meg, de nem egy God of War vagy egy Witcher 3 mélységű sztorira kell gondolni, de sztoriban sokkal komplexebb volt, mint a Mario. Szinte mindig is, meg na azért játszottam én is Mario-s játékokkal egyébként, régen, és nekem is volt részem mondjuk a Super Mario Galaxy-ról, vagy a régebbi Mario-król. De komolyabb volt, komolyan vehetőbb volt. Sötétebb volt. A 2000-es évekbeli Sonic játékok azok kúra sötétebbek, mint mostaniak. Ezért fogom azt kurvára várni, mert sokan azt utálják, én pedig azt imádom. Basszák meg ezek az emberek. Geci, bazd meg. Szóval ez a szituáció. Szóval örülök, hogy érted. Szóval ilyesmire gondoltam. Szóval, ha minden jól megy, már holnap el akarom kezdeni. Holnap el akarom kezdeni, és holnap már nyomni fogom a Sonic 1. A Sonic 1-jel első játékkal. Azt nem tudom, hogy mikor. Azt is ugyanúgy 5 órakor, vagy 6-kor. Nem tudom. Mert jó, most nem kell ennyire ezért nem egyre besokkolni, most a 18-20 játék az most az
összes játék ilyen 5 és 10 óra között mozog. Egyébként van egy pár játék, ami ilyen 12-3-4 órások egyébként, de ez csak egy 1-2-3 játék. Azokból legtöbb ilyen 3 vagy 7 óra között van. Legtöbb Sonic játékot egy stream alatt végig fogjuk játszani. Most például az elsőket, az egy óra alatt, egy óra. Az első Sonic játékokat, a kérdéseket, az kb. Egy streambe végig fogjuk játszani. Nem mindent persze, de legtöbbet igen. Lassaskán a Gergőjék elmennek streamelni. GTA Online-t fognak streamelni egyébként. GTA Online-t, amiben én is részt fogok venni. Szóval ez az első teszt. Az első nagy teszt. Szóval örülök, hogy nem a Sonic franchise-al fogjuk kezdeni ezt a játék tesztet, azért, mert nem. Már alapból egy nagy képigényű játékkal, ami nagy internetet fogyaszt. Szóval éppen ezért érdekes lesz. Kíváncsi leszek egyébként, hogy fog futni a történet, hogy fog futni a stream. Amúgy szerinted Jim Carrey tényleg szögre akarsz, akkor meg hogy miben már be fogja vállalni. Be fogja szerintem. Én nem fogsz színmény, csak a vipa meg te. Naj már! Ne már, Imó! Meg azt hittem. Szóval én, a Gergő meg az Imó fogunk játszani. Ketten. Hárman. Ketten. Nem tudok számolni, szóval hárman. Gergői két van, ezt színmelnek. Muszáj látnom. Igen, pontosan. Ez is csak egy 10-ből egy a egy év alatt. De ez egy ritka esemény, amit a szökőjében lenne. Ezt meg kell élni, srácok. Úgyhogy én is hasonlóképpen fogok eljárni, és bízom benne, hogy ott jó lesz. Szóval szerintem nem fogja leakasztani a bátyát, mert azt mondta a Jim Carrey, vagy mondta, hogy visszavonul, viszont azt mondta, hogy akkor vállalja el a harmadik részt, hogyha olyan sztorit találnak ki, ami érdekesen talál. Viszont a második rész táblistájával, még ez az egész beszélgetéssel előrevetítettek egy olyan történetet, ami a Sonic franchise legjobb története egyébként. És ha azt berakják a Sonic 3-ba, akkor az biztos, hogy nem fogják azt, biztos, hogy nem fogja azt elutasítani. Vagy ezért Jim Carrey, mert ez, hogyha tényleg olyan lesz, amire én gondolok, hogy lesz, akkor ez egy kurva kemény film lesz. Egy kurvára. Egy komorabb. Minden eddiginél komorabb Sonic film lesz. És hogyha ez tényleg így lesz, akkor persze nem fognak változtatni a dolgokon, akkor jó. Akkor nem lesz probléma vele egyébként. Szóval ez a szituáció. Azokon gondolkodtam egyébként, hogy még itt fel kéne eleveníteni a régi emlékeket egyébként, most azon, mert ez volt nekem a legfontosabb, ez most megint egy témaváltás. Mondom, olyan szinten hullámzok ilyen témákba. Most meg látni fogjátok egyébként, most hogyha berakom majd a live skint, hát nem fogják már látni a Gergőjék, most már ők már elmennek szívein, de mindegy, majd most már csak az én törzs vendégeim, akik persze szeretnének maradni, persze azok fogják látni majd a cuccot. Szóval gondolkodtam azon, hogy vissza kéne nézni régi emlékeket, mert ez volt nekem a kiinduló pont, hogy miért jöjjek vissza. Mert egyszer csak így oda tévedtem a Twitch-re, a csatornámban, néztem, hogy hát igen, már csodálkoztam, hogy mindig 300 fölött van a követő, még alig léptek ki, alig követtek le emberek a mémekre, hát a izékre, a klippekre, mert azok megmaradtak. Én nézegettem klippeket, a régi klippeket, és ott meghaltam azokat. Az a régi klippek, amiket itt lehet itt kapni, és lehet látni, az elképesztő tényleg. Azt hiszem, de várjál már, most azt kéne csinálni, azt kéne valahogy beállítani, hogy én is halljam a figyelés is kimenet némítás. De nem áll. Vagy azt kéne, hogy halljam én is a izét.
hangot. Remélem jó lesz. Ott nekem is volt közöm. Ahhoz neked is volt. Utána nézek valami csillagászatos hírnek majd, mert általában sose tudom, melyre ányúra. Egyébként majd, igen, majd ti is meséltek azért majd dolgokat, hogy mi történt veletek általában most az elmúlt 2 évben, mert hát olyan sok dolgokról nem tudtunk beszélni, nyilván azért beszélgettünk azért az elmúlt 1-2 évben, de olyan sok dologról még nem. Aztán esetleg, hogyha van valami, amit még meg szeretnétek osztani, akkor ne tartsátok magatokba, mert ez egy ilyen kibontakozós, megnyíló stream, kérlek szépen, amikor mindenki széttárul, mindenki kinyílik be az meg, mindenki levetkőzik. Én is mesélek, persze mesélj te is. Mesélj, annyi mindent, úgyis már fél éve beszéltünk, Gergő. Tudod jól te is. Na szóval, de most mi az, hogy nem hallom vissza a izét? Egy kicsit. Lehet, hogy... Pillanat. Twitch volt, mi a fasz, nem kell nekem Twitch volt. Nem tudom, miért nem hallom vissza a hangot, de majd ezen keresztül gondoltam, hogy itt ezért egy kicsit elüssük az időt. Ilyen egy kis felelevenítés a történetnek. De ebből is át is megyek a live színbe. Hát így is csinálhatjuk. Csak akkor nem fogom hallani a saját magamban, azok várják már, nem lesz ez így jó. Hallni akarom én is a izét, a cuccot. Desktop audio. De bazza meg a desktop audiódat, hát most komolyan mondom tényleg. Elbasztam szerintem. Így várjál? Nem az a baj ezeket... Ja, de tudom állítani, jó. Vagy nem, ez így is működik, jó. Azt hittem, nem tudom állítani. Egy refire szart, igen. Mindegy. Ja, várjál, most közben a képen meg teljesen eltűnt. Várjál. Leteszem a legaljára. Most legalább látszódok én is. Hol volt a cucc? Úristen, ja, most látom saját magam, tök jó. Igen, hogy látjátok, itt van konkrétan izé, egy kis önajnározás, önpromó. Van új panel, kecós panel, szopós panel. Van új csomó minden, meg hát láthatok, hogy új izé is van, új... mi a szar, avatár, vagy profilkép, vagy mi a gecim van. De most változtattunk mindent. Új imót is van, tudom, minden van, tényleg, minden is. Úgyhogy ilyen téren mindenre kész vagyok, srácok, csak az a fontos, hogy megnézzük a izét. Hogy is kell megnézni? Már és fejtettem, hogy hol kell, itt kell a videó rögzítőni, azt hiszem. Mindjárt megnézzük, srácok. Nem maradunk le semmiről. Sok panel lakás, igen. A sok panel lakás meghozta a gyümölcsét. Nézd meg, ennyiszer kezdtem újra? Hát az kurva jó. Ezeket mind úgy, hogy van, törlöm is. Faszomba, ez egy óra, egy perces, tíz perces. Meg mehetnek is a levesbe. Milyen jól néz ki egyébként, hogy már egy nap alatt 7-8 streamet nyomtam, mert hát ez a legjobb tényleg. Úgyis ennél jobb. Na szóval, igen. És tök vigyőként, hogy most mindjárt behúgyozok, szóval menni, jól mondom, is kell lassan egy izét is. Mi az, hogy nincs olyan izé? Adjál már. Ez a videó, a klippeknél kell megnézni tényleg. Nem. Nem. Hol kell megnézni te? Ja nem itt kell megnézni, hülye fasz, nem itt kell megnézni. Már elfejtettem. Már totál elfejtettem már, baszki. Hol vagy? Hol vagy? Na igen. És akkor videók. Itt. Videók és klippek. Itt. És itt van, srácok, hogy az örök videók az a legjobbak. Vajon most csak így rámegyek, megnézem, de valószínűleg nem fogom haladni a izét. Nem. Nem hallom a izét, a hangot, azok még akarom én is hallani, geci. Halljam már, hogy kell hallani. Klippeknél. Hát jó, góban, de hát
De nem azon keresztül akartam nézni. Jó, oké, hát ott is tudtam volna nézni. De itt legalább akkor itt a legnépszerűbbek vannak egymás hegyén hátán. Konkrétan. Gergő, segítsél már, hogy miért passzi nem hallom a... Miért nem hallom a izét a desktopot? De rég volt, mikor ezt láttam. Láttad? Milyen rég is volt ez? Teljesítménymód? Milyen teljesítménymód? Hagyjam el. Hogy kell, hogy halljam magam? Mit kell csinálja? Figyelés is kimenet, ha rámentem hangfigyelésre. Most, ha csak figyelésre megyek, és a kimenetre némítom, akkor meg ti nem fogjátok hallani, szóval ez meg azért nem jó. Újra kell kezdeni a streamet, bazd, ne kúrjon már fel a jó Isten, bazd, hogy most ez is így működne. Figyelés is kimenet, nem értem a problémád. Komolyan. Hát, hogy magát most a játékot esetleg, most játszok, akármit. Most én nem hallom. Nem hallom most, nem hallom a videót. Nem hallom az asztalt. Asztalnak a hangját. Hogy kell beállítani, hogy halljam a hangját, mert most hirtelen nem tudom. Most ez kurva, kurva amatőr dolog egyébként, de bogya de. Mert most csak ti halljátok elvileg. Csak ti halljátok, de én nem. Én nem hallom. És nem tudom, hogy miért. Nem hallom. És ezért nem kéne, ki kéne kapcsoljam, visszavonás, a szerkesztés visszavonás. El kéne távolítanom, és újra kéne be, hát az még nem, ez nem, be nem kell távolítani, mert akkor végint elbaszódik minden. Szűrők. Ugye bekapcsolom megint az izé szűrőt, azt megint rácsapok egy gyors izé zajcsökkentést. Megint le csak ilyen ropogjon be, az meg ez a szar. Most, hogy hát be hirtelen? Jaj, csak így random. De érdekes. Persze, amikor benne vagyok a izébe, a streamlaszba, akkor eltűnik a hang. És a milyen isten a kép is. És meg fogjuk várni. Meg fogjuk várni azt, hogy a... Nem kell monitoroznod a desktop audiót, mert azt elméletben alapból hallod. Hát igen, de valamiért nem hallom. Nem tudom, hogy mi a probléma. Mert én is így tudom, hát én is így csináltam eddig is. Nem volt eddig sose probléma ezzel. Mindig hallatszó volt a cucc. Nekem is. Úgyhogy nem tudom most nekem mi a probléma nálam. Nem, most ez, fia, ez egy ilyen amatőr stream, amúgy is amatőren kezdtem, aztán amatőren is fogom befejezni, szóval más lehetőség nincsen. Itt a hangnál is ott állítottam mindent. Alapértelmezett. Ez már volt. Eddig is. Nem hallatszódik. Nem hallatszódik. Webcam capture. Mert ti halljátok, azt tudom. Aha. Valamit azért megpróbálok. De nem ígérek sokat. Nem ígérek sokat. De hogy most mi a faszom, miért van ez? Miért van ez? Miért van ez? Már így is már késel Gergő, látod már? Most ilyet meg fogom nézni, hogy Gergő elkezdte már a streamet, nem kezdte még el, látod? Rám vár még mindig. Miattam fog most késni. Miattam késik. Ismered a Chainsaw? Persze, hogy ismerem a Chainsaw Man. Miért csak nem azt is elkezdted nézni? Nem, mert annyira népszerű jött ki most a Chainsaw Man, hogy gyakorlatilag abszolút a legnépszerűbb anime jelenleg. Hát most olyan népszerű, mint annó régen volt a Demon Slayer. Ugye a Jujutsu Kaisen egyébként tervezed. Előbb az izét nézd, a One Piece nézed meg. Mondjuk az oké, hogy egy jó fél évig fog tartani, de azt kell nézni, bazd meg a One Piece. Úgyis lassan ki fog jönni az izé, a One Piece Odyssey játék. Képbe kell lenni. Muszáj.
Ja. Nyilván most a Chainsaw Man-t az sokkal gyorsabban lehet darálni, a Skype-t nap alatt le lehet darálni. Mert csak 13 létes, azt hiszem. Ha jól tudom, 13. Valami ilyesmire gondolok, valami ilyesmit jut eszembe nekem. Hát nem, már a Gergő már nem fog nekem üzenni. Már elkezdte már a streamet. Már elkezdte a izét, hogy írti a online-t. Mindig majd akkor majd kitalálunk valamit. Valamit kitalálunk. Lista. Nem, nem a lista kell nekem. Lehet, hogy tényleg annyit kell csináljak egyébként, hogy izé el kell távolítani. És eltávolítottam. Pont a streamed előtt néztem a 771. részt lassan, de biztosan hallgatok. Na, az már jó. Ez már egy jó dolog. Kérlek szépen. Felfelé, szóval te már legalább haladsz. Te már kurva jó haladsz. Már csak itt az a kérdés, hogy most itt tök jó, most ezt így kinyomtam, kikapcsoltam, és hogy fogom visszaállítani a desktopot, audiót. Hangfigyelő eszköz. Igen. Ilyet még nem csináltam, szóval most ez így faszán kibasztam most magam. Várjál! Hogy ez az? Ami olyan visszajött magától, most nézem, ott csak a egyre arrébb, egyre lejjebb került. De mindig nem megy aki a hang, hogy nem tudom. De megy a hang elvileg egyébként nálatok. Nálam valamiért nem. Nem tudom. Mi van, bazd meg? Ki kéne, hogy húzom, ki kéne szakja, dugjam. Mindjárt kiverem magamnak, komolyan mondom, bazd, most jöttem rá, mi a probléma. Elálljad, mi volt a probléma egész ideig? Szóval már 10 percig, 15 percig ezzel szoptam. Tudja, elmondjam, mi a probléma? Mi volt a baj? Le volt némítva a hang. Le volt kapcsolva a hang. Lekapcsolta a nullára a hangot. Rögös. Ilyen rögös. Mi rögös? Rögös a túró. Micsoda? Mi? Hát nekem van egy túró, amit lenne, az mennyire rögös. Basz meg. Ez a fejbe, az meg ezt már vártam, hogy a Kenta ezt bejomja ezt a fejet, az meg ez a kötője, pont kötője, basz meg. Ezt már vártam már ezt a fejet, az meg. Ez itt tényleg, ez katasztrófa. Tipikus én vagyok egyébként, tipikus bazd meg. De mi volt rögös? Ja, nem a hanggal van a baj. Én nem a hanggal voltam úgy a probléma. Nem? Nem azzal volt, igaz? Na most elvileg. Út rögös. Micsoda? Az út. Az út sosem volt rögös. Az út az mindig kikövezett volt. Mindig tökéletes táptalajt biztosított egyébként. És már bazdmeg, másodjára megy a stream bazdmeg, és csak pofázott. Mondjuk hát amúgy is így terveztem egyébként, de most nem tudom mit hülyéskedek. Szóval... Egyébként most azt így elmondom még gyorsba. Tudod mit nem? Nem jött be mindegy. Mi? Költői hasonlatokat. Ja, értem. Az út rögös, viszont a végeredmény az kifizetődő. Az út patkáin keresztül kattogtatva, keresztül sétálva, keresztül batyogva, azon vélte azt a elméletet véltem felfedezni, az élet agyogó értelme mennyire is relatív. Szóval, egyébként most azt elmondom, hogy gyorsan miért mi elkezdünk nagyba itt ilyen klippeket nyomatni, öges úton jár a lélek, a pokolba visszatér. Ez jó. Na ez jó. Ezt nem is hallottam még ezt a szót. Bazdmeg, ezt komolyan ezt fel fogom használni. Ezt el is mentem mindjárt.
Na de gyorsan még azt elmondom. Én izé, én regényt írok, srác. Könyvet írok. Na most mindig valami új, nem? Most másfél éve ezelőtt izé van, Slayers-ből. Na, azt nem is tudtam, bazen. Nem is néztem mondjuk azt az animét. Tavaly izé volt, zongorázás, meg ilyesmi, de az hamar sülyeztőbe ment végül. Most izé van, most könyvet írok, regényt írok, srácok. Mondjuk azt nem most kezdtem azért, azt már akkor is csináltam, csak hű alatt. Ezt már 2020-ban elkezdtem már egyébként csinálni, mert 2000, gyakorlatilag amikor éppen befejeztem a streamet és folyamatosan, akkor kezdtem azt el. De én mindig nem állok sehol. Akartam is kérdezni, hogy olvastál-e valamit. Hát olvasni... olvastam egyébként. Hát jó, azért az elmúlt másfél év alatt azért csak olvastam valamit. Például a... most tudod, hogy most mondtam azt még annó, hogy Harry Pottert olvastam. Annó. És hát... most ott járok, hogy a félvérherceg. Félvérhercegnél tartok, vagyis a hatodik könyv. A hétből. Szóval már csak kettő könyvet kell kiolvassak, aztán már végre végem. Mert bazeg... két év alatt nem sikerült elolvasni a teljes Harry Potter könyvsorozatot. Hát annyi jobb volt a rendület, pedig még az első három könyvet, az bazeg, azt fél éven belül meg elolvastam. Sőt, azért az első kettőt, azt kb. Két héten belül elolvastam. Azok nyilván kisebbek, kisebb könyvek, de akkor valahogy gyorsabban is tudtam olvasni, most valahogy egyre lassabb vagyok valamiért. Pedig szeretek egyébként olvasni, csak hogy nem tudok mindig a hosszú ideig olvasni. Longrább még tudtam volna segíteni, bár csak annyit, mint akkor. Igen, de hogy valahogy az volt a baj, hogy végül valahogy elment a kedv. Meg hogy valahogy a lehetőség sem jött össze végül, aztán inkább akkor mondtam, inkább parlagon hagytam a dolgot. Viszont srácok, az a helyzet, hogyha jó streamer módjára el kell menjek olyagot cserélni, hogy el kell menjek egy kis pisi szünetre, de mindjárt visszajövök. Addig is, hát akkor berakok valami zenét addig. Szóval mindjárt jövök.
Na, ennyi volt. Vissza is tértem, nem tudom mennyi ideig tartott, mert visszajöttem, kb. 5 perc szerintem. De itt is vagyok újra. Újra srácok, szóval... Most én... Tartok attól, hogy valószínűleg már csak néhányan maradtunk egyébként a streamből. Az én jó embereim, viszont a többiek, Kristóf, Erhard, Imó, Somlói, meg a többiek, ők egyébként a Gergőnek a nagy nézői. Szóval már az is hálás egyébként nekem, hogy amiatt is hálás őket, hogy benéztek ők is egyébként. Szóval legalább az én kemény magom itt maradt, igaz? Tudjátok mi? Tudjátok, hogy ti is itt maradtatok? Tudom jól. Vagy lehet, hogy nem. Ki tudja már, hogy mi van itt. Szóval gyorsba, mielőtt még én csatlakoznék egyébként hozzájuk, mert ők már ja, elkezdték már az cuccot, ja, na, köszönöm szépen, Pepi, legalább te itt vagy, valószínűleg a Kenta is, gondolom. Hajtuk kívül még a Sasuke-t látom itt, a Sasuke még itt van. Hát tudod, ők itt vannak, hát Remi már nincs itt, hát ott Remi már elment. Más dolgok alkat végül. Túl sok volt a felesleges popázásom, bazmi. Na, szóval, gyorsan miatt még el visszatérnénk. Jó, oké, király. Királyság, akkor mindenki itt van, aki számít. Ez itt a legfontosabb. Gyorsan most add ezt, kicsit visszanézzünk egy kis emlékeket, srácok. Úgyis ti mind nagyon itt voltatok akkor abban az időben, amikor ez volt. Szóval nézzük ezt a jó kis izét. De halljátok ti is ezt, nem? Nem halljátok. Jó, most fogjátok halni, Oké, most fogjátok halni. Mondjon ki, hát amíg a felked, mert éhes. Aha, most fogjátok halni. Dark Souls-os Dodge van. Hogy csináld azt, hogy azért még alvás előtt, és akkor nem... Ez még az első izék, első nagy klipek között tartott egyébként. Már szerintem akkor nem lesz... Ez volt a legnagyobb klip, bazd meg, a legnépszerűbb. Így van betáplálva a gecije, bazd meg. Betárdálva a gecije. Geci, bazd meg. Ez... Oké. Olyan mondom, bazd meg, ez... Ez örök klasszik, komolyan mondom, nálunk ez örök klasszik lesz. Ez még, sőt, még az tényleg a leges legelején volt ez még, amikor még béka faszos volt. Tehát itt volt, még látszó volt a közvetítésben is, hogy a cél a 50 követő, basz meg 50. Most van nekünk 300, jó, tehát most az a 300 már volt, hol van, az már sehol. 300-ból max ha 8, aki itt van esetleg, aki úgy vagyogat. Egyébként az egy érdekes, hogy arra lennék kíváncsi, hogy a Mater vajon hol lehet, vajon a Mater GT, mert ő is nagyon ott volt egyébként, nagyon itt volt régen, nagyon sokat volt, meg veled PNP kurva jobban volt egyébként, tudtom már. Szóval őre kíváncsi ennék, hát sok ember is így eltűnt, még a Bazsi volt, de a Bazsi az nyomatja a saját streamjét, szóval éppen ezért nem annyira... Mondjuk most pont nem nyom streamet egyébként, de ő most ő sokkal magasabb szintre kell lépett, mint az elmúlt két évben egyébként. Szóval, ja, aztán meg itt van még a izé, ez is 3 év, ez már későbbi, ez 2020-as. Még a izének a mondra gondoltam én is, látod? Mondom én, hogy a Mater az... Ez is egy kulcsfontosságú szereplője volt ennek a csatornának, és ő is jó tagja volt, meg hát oszlopos tagja volt ennek az egésznek. Viszont... Ki volt? Volt még valaki? Volt régen a izé. Jó, menjünk még kicsit tovább. Itt volt a izé, amikor lelepleződött, amikor Kenta leleplezte nekem, hogy izé, hogy várjál, most pont nem el fog látszódni a fejem egyébként, egy kicsit lejjebb kéne vigyem a fejemet. Lelepezte, hogy befejezte a My Hero Akadémiát, vagy lapra kész a My Hero Akadémiával. Izé,
Jó, nagy forma egyeket. Bazd meg. Mi van? Mi van? De is az lehetetlen. Lesokkolt, amit olyan szintű sok hatásba értem egyébként. Mi van? Annyiban néztem végig. Ez mert te még mondtadék nagyban, hogy... Vagy hármas, harmadéves tanulókon is. De mondtad még nagyban azt, hogy mi csak az első évadnál... Ez második évadnál jártál. Második évadnál, hát most... Aztán megcsinálod, mert nézted a harmadikat is. Akkor éreztem, hogy az, ez nagy lesz. Nagy lesz, azért nagy lesz. Hát nagy volt. De ez a Jézus fel. A fehér. Szerintem a Sanyi olyan dagat. Az meg az akkor. És itt majd te is kent egyébként. Itt van. Itt. És itt majd te is kent, itt is te is nevesz a háttérbe, bazzeg, te is jomtad, bazzeg, nem jön kit hallod. Hát ez... Kurva jó. Ez már 17, már éjszakai járat volt itt már 11 órakor már. Mindenki most van. Hát teljesen ki vagy. 11 órakor már itt overwatchozás közben. Már mindenki kész volt már agyilag, mert senki nem tudta már, hogy hol vagyunk, bazzeg, azt akkor még mentek itt a fasságokba azok. Hát tudod, ezt kell majd csinálni majd. Közös játékot majd be kell nyomni majd. Kenta, csak az a baj, most már azért Jump Force azt már eltörölték, már nem lehet játszani közösbe. Jump Force-nak vége. Úgyhogy más kell keresni. Nyomni kell megint az Overwatch-ot, mondjuk az a baj, azt nem tudom megcsinálni, mert a Bető.net-en, Bető.net-nél gyakorlatilag kibannoltak a Bető.net-ről is, úgy most nem tudok izélni. Nem tudok belépni, mert kibannoltak konkrétan, és nem tudom miért. Semmi ok nem volt rá egyébként, hogy ezt megtegyék, de nem megtették valami oknál fogva egyébként. És így most akkor a Diablo 3 is benne volt. Volt egy Cold Modern Warfare-em, egyem, amit szintén streameltem egyébként. Meg az Overwatch, meg mi volt még? Azt hiszem ennyi volt. Ja. Az Overwatch-ra se tudok játszani most már. Ez Overwatch 2. Ilyen Fall Guys-szal. Hát... Figyelj, karácsonyi időszakon szerintem tök jó lenne a Fall Guys. Meg kéne próbálni. Én megnézem, hogy mennyibe kerül a Fall Guys. Megnézem gyorsan, mennyibe kerül. Mennyibe kerül most a Fall Guys, ez a Steam-en? Overwatch. Nem, milyen Overwatch fia? Nem, az nem. Fall Guys. Mi van? Már ingyenes. De miért nem, miért nincs azt, hogy Steam-en nincsen a Fall Guys? De hol van? Mi? Hol volt a Fall Guys a Steam-en, bazd meg? Hol lett? Meg hiába írom, be nincs itt. Nem áll, bazd meg, pont az eddig nyíltam, az a másik. Ez a másik, amit nem tudok használni, bazd meg. Kurva életbe tényleg, a faszom Epic Games-ekbe. Nem tudom használni, mert most régen nekem volt egy Winchesterem, egy 2D-s, terrás. És konkrétan elbaszódott, és nem tudtam, hogy olyan szinten elbaszódott, hogy konkrétan, amikor bedugnám a Winchestert, már akkor meghal a gép. Konkrétan szó szerint meghal a gép. És emiatt a... nem tudom feltelepíteni sem, mert letörölni se szó gyakorlatilag. Hát, és hát letörölni le van törölve, csak valamiért jelzi a gép még mindig, hogy fenn van. Nem tudom miért, de valamiért jelzi, hogy fenn van a gépen, és nem tudom feltépítése, letörülése, nem tudok belépni az izébe, a Epic Games-be. Egy kurva jó, egyébként. Úgyhogy lehet, hogy folkás sincsen. Fazd meg, geci. Vagy lekalózkodom a faszba, fazd meg a lefő. Fasz meg az Epic Games, mondjam, meglátjuk majd.
Én pedig eddig volt pedig Steam-enget, és most a fasznak kellett megvenni az Epic Games-nek, de tényleg fasznak kellett. Mert itt tök jó volt. Mindegy, akkor folytassuk a izit a klippelést. Majd kitalálunk valami más játékot esetleg. A jó meleg Norbi. Nézzük a jó meleg Norbit. Én csak ez egy skin van. Morty skin Dick és Norbi. Milyen, milyen tagat voltam, nézd, ami a tagat testem volt. Dick és a halál. Matyizós. A jó meleg Norbi. Ez a sok idióta itt egy helyen van, de komolyan mondom. Geci. Istenem, bazd meg, komolyan. Azóta lefogytam mátad, és a dagad geci voltam akkor. És most már lefogytam. Ez meg jó kis izé, ivási technika, ez is egy izé, nagyon régi technika, régi. Már retkes szart, bazd meg. Jó kis Dark Souls 2. Oh, Dark Souls 2 itt meg. Itt meg aztán a perf, de volt a perfit már. Ez már volt itt. Még ebben volt Overwatch-sal kezdve. Overwatch-sal jött ide. Overwatch-sal találtam meg ezt a streamet egyébként. A Penfri, úgy tudom már. Ilyesmire emlékszek. Öreg nyugdíjas, az gyorsabban össze meg ezt a szart. A kurva jelent faszába. Kurva jelent faszába. Fantasztikusan beszéltem, és itt nagyon jó, hogy te, ez is. Hogy lehet ekkorát pofán basztim saját magad, basz meg, Geci? Valami rémülik. Jó kis One Piece World Seeker, ilyenkor még nem nézted még a One Piece, látod, Penfrips, ott nyomtad volna pedig neki, ott tudtál volna mondani, hogy fú, basz meg, ott jön a bazóka, ott jön a izé, a Frankie, megjelent. Hát és akkor még nem voltál. Hát ott baszki, pont a legrosszabb, hogy nyomtam azt a passzom streamet. Most már most kell nyomni egész évként a One Piece-et. Mit ezt? Nem vitte el a Forrest a gépet? Ja igen, az is volt, bazzeg. Itt van, nem vinni a Forrest a gépet. Ebben vedd meg, te is azt jöhetsz velünk szórakozni, úgyis olcsó. De a Penfinek szerintem nem vinni a Forrest a gépét. És az a sokkolt fej, baszt. Most mit mondtam? Várjál! Geci, bazd. Újra forgatás? És bazdmeg ezt elbaszta a Gergő része, most jött volna a rész, újra forgatás, bazdmeg nem értelem. Elgáltam a animékkel. Még az elején, igen, akkor még nem voltál hajlandó. A My Hero Akadémiával kezdted egyébként, te is. Szóval ott volt az áttörés My Hero Akadémiával. Emlékszem, hogy hát nem is tudom, mikor voltam ez nyáron, nyár környékén. Mert ilyen április, május környékén csatlakoztál, tudtam ma, ugye emlékszem, és július-augusztusig kellett várni, még volt a izé. Leszopta a pók. És Csánkom egyszerűen nem igaz. És Csánk nélkül, és akkor 26-os karddal sikerült legyőznem. Sikerült megcsinálni a játékot, sikerült befejezni. Mi volt ez? Mi volt ez? Ez mi volt ez? Mi volt ez? Hát most... Anyád. Ilyen hangot kiadni be ezzel komolyan. Teljesen átestem a ló túloldalára, igen. Átestem a ló túloldalára, már a túlsó oldalára, a túlsó végére. És annak kezdve anime fan lettél, látod? Teljes egészében megláttad a dolgokat. A dolgok mezeire léptél. Hogy lesz a telefonja. Ez is erre emlékszel, Kenta, egyébként? Ezt te nyomtad régen, ezt régen ezerrel nyomtad egyébként, Kenta. Itt vagy még? Ezt te nyomtad konkrétan non-stop. Non-stop már az őrületbe kergettél már ezzel a szarsággal hozni. Még meg volt a... Volt még itt a... Piton. Piton volt még itt. Hogy lesz a póknak telefonja? Hozzám basznak egy hajót. Ja, és itt meg nyomtam még háttérbe a hajszét. Rosszul olvasta a sorokat, és azt hittett, hogy hogy lesz a póknak telefonja, hozzábasznak egy hajót. De ezt én mindig nem értem, ez akkor egy fasság ez egyébként. Ez meg az akkori fasság, de ezt a izé Piton mondta, ezt tudtam ma. Japánul is tanulgatok a... Ja, hogy ott is lehet ilyet. Legalábbis betűjéket. Szóval itt nyomtam még, itt emléksz, hogy itt elkezdtem rakoskatni, de itt a random a... Mi a szarokat a... openingeket. És hallani, hogy örülök, persze, hát
te is benne voltál, hát nem a játékban voltál benne, de emlékszel, amikor emlékszel, hogy voltak ilyen CO10-ezések, hogy én az elején még rakosgattam be itt a zenéket, ezeket a faszom openingeket, még a Apex-ezés időszakában is így volt, és akkor te bejöttél, és akkor te kavartad, úgymond, te voltál a DJ. Csak azt hogy is, csak azt hogy csináltuk, azt meg bazd meg. Ja igen, mert tényleg volt a izé, mert a Discord szobában voltunk, és ott a szobában ott beradtunk egy izét, egy ilyen zenebotot, nem? Nem két külön vicc ragadt össze, ennek így semmi értelme. DJ Kenta a zenelovas, igen, igen. Szóval, hogy ott beradtunk valami zenebotot, vagy egy zenerobotot, és akkor ott beírtunk valamelyiken szobába, vagy zeneszobába beírtunk egy ilyen zenét, és akkor ott elindult a magától. Valami ilyesmire emlékszek. Ilyesmi volt, ja. Hát máskül nem tudtuk volna ezt megoldani szerintem. Szóval ez volt a legjobb megoldás, hát tök jó, hogy egyébként ezt így bealkalmaztuk, azt nem is volt utána semmi. Már írnak, hogy jövök ebbe az, mindjárt jövök, mindjárt legyen. Írnak már a Gergőjék, hogy mikor jövök kizé GTA-zni. Előbb azért végignézzük a jó kis emlékeket, jó? Visszanézzük az emlékeket. Miken mentünk keresztül, srácok, hogy milyen szép évet élt ez a csatorna, hogy milyen gyorsan felnőttünk, meg ilyenek. Tom és Jerry cigányzene. Igen, azóta bazdmeg, ott én is kurvára élem ezeket a cigányzenéket, mert a mostani munkahelyemnek köszönhetem, nincsenek ott cigányok egyébként, csak annyira szeretik a cigányzenéket itt betolni bazen, meg ezeket a fasz vicceket, hogy egyszerűen már rám is rám ragadt abszolút bazen, azt én... Azt most már nem izé tolnám agyamat, hanem most már nyomnám én is. Agyat olyat neki, bazen. Aj, geci. Kurva jó, azt majd be kell nyomni majd a izébbi közben, majd lesz valami közös streamelés, közös játékozás, akkor majd be kell nyomni majd zenébe. Ezért találtam egy vadonatúj baszó zenét. Hú, az mi az, te? Danica House, geci, az... Nem tudom, hogy ezt ismered, de Kenta. Szerintem Penpita nem biztos, de Kenta, nem tudom, hogy te ismered a Danica House, de ha nem, akkor majd rak be, hogy írd be a YouTube-ba, hogy Danica House, mint a ház. Az bazd meg, az milyen zenete. Ez azon tényleg kisorvad a belem konkrétan attól a zenétől. És megint akad, de most csak én megint csak egy pár másodpercekre, de a tipikus ez a játékon is az FPS drop. Basszom meg az FPS drop tényleg. Valami egyszerűbben lehet én is beneveznék majd közös játékba. Hát régen volt egyébként az a Among Us-hozás, aztán végül nem volt semmi belőle végül, és én nem tudtam végül csatlakozni, csak vigyázz a képen, igen. Vagy a Forest. Vigyázz a Forest. Hát igen, ez a baj, hogy mit lehetne? Én is gondolkodtam egyébként, miket lehetne, csak most hirtelen nem ugrik be nekem most így hirtelen semmi, de Among Us az jó lenne, csak az a baj, hogy sokan kéne, és kevés embernek van meg közülünk. Több embert kéne azt meghívni. Esetleg. Itt a nézők közül, igen, az jó, ellaposodott sajnos, mire te odaértél. Az a baj, mire odaértem, addigra laposodott már le a szuc. Szédesett a csapat, aha, gondoltam. Ezeket pont úgy érkeztem, hogy már a csapat már nem játszott olyan gyakran. Vele. De Forrest, igen. Jó tér, ez egy fasság. Éppen itt flexeltem, hogy legyőztem a Nameless King-et elsőre. A Dark Souls 3 legerősebb bosszát legyőztem elsőre. Itt a Csak mint az Akkályokok a Jabber. Most az ülött be, hogy J-et. Akkályokok a Jabber. Írja change-et. Írja a change. Azt nem a Lászlónál mutattad azt meg? Írja a charge-ot, hogy mi a szart. Ugyan mész, azt nem a Lászlónál csináltad, ezt nem a Lászlónál volt? Most fel nekem valami ilyesmi rémlik egyébként.
Valami ilyesmi. Yeah. Ide rakom inkább a cuccot. Jó? Oké. Okay. Na szóval, ott adottunk, hol volt? De hátra haladtam közben, kis patkány. Aztán szóval... Azt, hogy ott a piton halad, a piton. Rég? Mi az, hogy rég kész van vele? Na, most... Ezek a szövegek halad itt, és itt visszanézed. Anyától egyből az a kezdés, az első szöveg. És vagy az üvegtig is az elszólás, hogy izé, hogy menj hátra, és verd a lakatot. Hagy hátra! Ali visli van. Igen, az valószínűleg az. Nem Overwatch lesz. Ó, Divízió. Division, éppen Division akart lenni. Először, hogy csináltuk a VS-be, tudod, akkor mutattam meg. Valami igen. Azt lesz, hogy ezt leklippeltük egyébként azt. Én vagyok az apád. Mi minden ma itt bazd meg. A Piton azt nyomta ezerre itt ezeket a szarokat, geci. Spoiler. És akkor itt éppen tervezzük az embereket, azt akkor Tommy, a Vrex, Tommy, Kozma Tomi bejelenti, hogy ő nem jön divizionozni, mert ő már kész van a játékkal. Rég? Mi az, hogy rég kész van vele? Na, most a faszát az. Ha sosem megy divizionnel, sosem jön velünk sehova, az már rég kész van a divizionnel. Hagyjuk már, faszát szopom le, na jó, annyi volt. Átmegyünk Kentához, átad, tessék, mert ott is nyomtad a streamet, fogoljunk, amit nyomtál, akkor valamit, hogy tudjátok, hogy mit nyomtál, akkor valószínűleg. Jaj, Istenem. Jaj. De még a régi izé volt, a régi overlay is. Ez is micsoda overlay-ek voltak itt, bazzak itt. Annyi overlay volt, én már nem tudom számolni. Igen. Agyfartus, bazznek. Itt a győzelem. Ez még a izé volt, ja, ez csak egy fasság. Ja, itt meg a... Erre vagyok a leginkább büszke erre a klipre. Mikor Bloodborne-ba. Ezt te kippelted le, Kenta, amikor legyőztem a Bloodborne-ba, úgy zírtam meg Battle Boss-nak itt. Oh! Három óta így nyomtam. Bozzu! És felrugom a mikrofont, minden. Tökéletes, teljesen jó. Ennél jobb. Ennél jobb Victory. Victory animáció. Úristen, geci, meg... Nincs semmi. Megcsinál elsőre, geci, másodjára bazd meg. Másodjára. Úristen, geci. Ez a tipikus dolog, hogy bazd egy három óraig szenvedsz egy botta, aztán... Leszokom a faszomat lassan már, geci. Aztán hirtelen a másnap meg két másodjára sikerül. Úristen, tehát... Kurva ide. És tényleg elrúgtam majdnem a mikrofont, bazd meg. Akkor hát ez a baj, tehát ezt mondom, ezt látszódik itt, hogy még csak ilyen állványos mikrofon volt itt. Semmit nem tudtam a pofámra tenni normálisan, nem tudtam a harcomhoz érinteni megfelelően, és ugye miatt nem volt a jó hang se. Így most a hang is jó, mert itt legalább a fejemnél van a cucc egyébként. Igen. Fú, bazzik, annyi minden volt itt. Volt is itt vannak a rage-ek. Jaj, hát azok a legézé. Ezek a rage-ek a legdurvább. Bazd meg, ez gratulálok volt. Kurva jó volt, bazd meg. Gratulálok volt az, hogy... Nem halott meg az előbb, bazd meg, nem lett volna ez. De mi ez, bazd meg? Hát bazd meg, jó. Ez kettesz katasztrófa, bazd meg, komolyan. Meg ez az izéd is a One Piece-nak a World Seeker-je, bazd meg. Most mire mentem rá, véletlen? Ez. Zoro. Zavardó lesz, bazd meg. És az elejétől az egész, az elejétől, bazd meg. Elejétől. Az elejétől, geci. A kurva anyámat szopom le. Hát bazd meg. Már 10 perce lesz szopom, geci, és még mindig itt tartunk. De faszomnak van kedve, ez megcsinálna minden. Ebből lesz egy pár egyébként majd fogadni mereked, majd a következő elkezdendő izékbe, streamekbe. Most mondom, hogy ott még a kétszerese lesz majd. Kétszerese. A rage moment. Kurva jó, ez fantasztikus volt. Szart se látok. Akkora most látni, ez akkor jó, mert még tényleg nem ismert nem a One Piece karakterek. Ezt látod? Ezért volt igazán jó. Bazd meg.
akármikor elkezdnék mozogni, bazd meg, a kurva életben. És ez a szó... Itt is penetráns, nyúlbőrű, lófaszkec és kurva anyát, tehát keretkes kurva játéknak, hogy szoknál le a segédből a penetráns... Lóbőr, baszád, bazd meg, meg a kicseszetnek a izét, a sírpa töltött pacalos lópörköltes répafaszú, meg a izének a Oscar Dino jelölt kurva izé disznópergetős kutyafasz. És akkor ennyi. Kecsi, ennyi. Ilyen szójátékokat szerintem sehol máshol nem hallottuk szerintem. Van ott neked is jó kis szólásait. Hát ez a tipikus, ez a... Az ömlengés konkrétan itt. Ez kijön az összes szó, amit csak eszembe jut, bazdnek itt. Egymás után értelmetlen szavak összehordása. Az meg. Ezek a Rage-ek nagyon ott mentek régen. Hát egy kiég. Nem tudok, semmennyit sem vicselejbe, meg a Dark Souls 2-be. És még minden sem tudok semmit. Kb. És most ott elé. Ebből a kibekúrt, telibe szarott izé, patkány opossum geciből, meg a hagymakúrt, reszeres hajtos, tápláncos geci, paszpörgétyűs, vízszaggató, rákba baszott izé, gyerek szar. Szóval ennyi volt. Ez a helyszín, ez kb. Patkány opossum geci. És nem is többet, semennyi se. A patkány opossum geci, bazdeg, ez két katasztrófa, bazdeg. Olyan szintű izé. Halál. Agyfartusok, agyhalálok vannak itt ezekben a gezek is ezekben a klippekben. Ezért volt túl, ezek mind megmaradtak ezek a klippek. Hát most ezek itt elvesztek volna itt a sűrűjébe, hát ilyen szar lett volna, mert nem tudnánk visszanézni a csodákat, tehát a csodálatos megszólásokat. Megvan, jó, igen. Itt is volt a Kentának az április elsői átverése, de hát csak hát az volt a baj, hogy nem raktam be kijelzőt, ezért nem látszott a streambe, csak én csak én láttam ezt a cuccot. Szerintem láttam. Ma is láttam. Ma láttam valamit. És szerintem... Ez a rézs, ez is egy hatam. Kiszakadtam, álljam! Bazd meg, geci, komolyan. Azért hát itt voltak itt azért ugratások, egymás baszása, egymás kúrása, egymás leszopása, minden volt be azért, tényleg minden. Szó szerint. Mindenki lemaradt. Noivu, az is hogy eltűnt ez az ember. Jó, Istenem. Mondjuk ős olyan sokat nem volt talán. Volt azért, de nem sokat. Vélemény a búról. És az, most nem találom egyébként azt a izét, amit mondtál Kenta egyébként. Itt van a izének a Penfirvel való beszélgetés egyébként, szerintem te erre emlékszel egyébként, hogy úgy köszöntél be, ezen mindig úgy izéltem, úgy fennakadtam egyből, este volt, és te úgy köszöntél be, Penfi, hogy jó napot. Jó napot amúgy, ötös, hogy jó napot amúgy. Hogy... Ilyen napot? Erre válaszolok. El nem fog válaszolni. Nincs nap. Nincs nap. Nincsen nap. A nap már tudod hol van? A nap azt tudod hol van? Kínába. Vagy ott se. Kínába. Hoppott a bazsi. Tudja hol van már a kizé. A nap, de biztos, hogy nem itt van. Ott is Kínában van már egyébként a nap. Itt van a segünk alatt. Itt. 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 Nem volt. Itt. Este. Jó estét neked is, Pentli. Jó holdat. Holdat, bassz meg. Jó holdat. Az is olyan, amilyen öcsémnek is mindig úgy így köszönök. Igen, jó napot! Ezért koronavírus nem más semmit. Jó napot kívánok! Mikor reggel van, akkor jó estét! Jó estét! Mert vannak egyébként a kollégáknál is egyébként ilyenek, hogy ez, hogy este, amikor sötét van, és amikor este, akkor jó reggelt, bazd meg, jó reggelt eznek, amikor délutános műszak 10 órakor, éjszakai műszak bejön jó reggelt, vagy jó lehet, hogy ők már most keltek fel, vagy amikor reggel jövünk, bazdnek azt izé. Ez jó estét, anya. Fantasztikus, tényleg jól el van a tájékozatban az emberek, nem jó van az. Itt van egy például egy csámporszos. Kicsit ideges lettem, azt mondja. És ilyen sokkal ilyen buzifejem van. Buzifejem van, azt mondja. Én is ideges lennék, hogy ilyen retardált fejem lenne. Itt is a
Én is Loki vagyomtam. Istenem, most már! Hát... Kurva szar egyébként, hogy most már azért a Jump Force-ok már nincsen meg a... Elvileg azt hiszem már nem lehet játszani a Jump Force-sal. Azt hiszem. Tommal. Én már van kontroller egyébként. Már az is van. Van már minden. Pedig. És most lehetne jó, jó kis izét nyomni Jump Force-okat, bazd meg, de... Pont most nem. Pont most nem jó. Kurva anyját, tényleg. Kenta álltok. Itt is a Kenta álltok, bazdok, mikor Witcher egyeztünk, azt izé belaggolt a izé, mikor az igen. Nyomta egy... Van egy kis izé és... Beírtad azt, hogy izé, beírta a Kenta a streambe, hogy le fog fagyni a gép, vagy valami ilyesmit írt be, hogy le fog fagyni a stream, azt hiszem. És... És rá, egy... rá kell menni arra, rá egy... és itt... 5 másodperc rá, hirtelen izé. Szóval akkor arra gond... És egy 5 másodpercre meghal a játék, Jöci, bazd. Nem a Matthew pont ezt a működésen leállt, bazdok, hanem a játék állt. És itt a jó kis hang is beállt közben. Jöci, bazd meg. Ez kurva nagy. De neki is izé bevágolt a zene amúgy. Bakolt az ember, azt mondja. Szóval ez... Ez kész. Annyi minden van itt egyébként, annyi emlék, hát ezt nem szabad a feledés homályába beszejteni. Meg most már te is tudod, most már te is tisztában vagy a Gear 4-gyel. Akkor nagyon boldog lesz akkor. És itt a World Seekerbe be tudtuk alkalmazni a... Ott van! Gear Force? Ott van a Gear Force, ott van! És a izé, Bandoman. Snake Man, King Cobra. Jó, viszont az már spoiler lenne. Az viszont már spoiler lenne, most az beváltozik mindjárt. Snake Man az még nem volt. Snake Man még nem volt a 770. részben, úgyhogy azt még nem. Voltam már csak egy darab sajtot szoktam vacsorázni. Egy darab sajt. Nem csak egy darab sajtot. Emlékszek egyébként, igen, hogy mondogattad régen, hogy hú, vacsorára majd egy darab sajtot megeszek esetleg. Mondom, akkor az a kurva jó. Én is így... Én is sokszor csináltam ilyet egyébként, hogy fogtam bazzag azt izé. Nem is szoktam mostanában vacsorázni egyébként. Régen is csak ilyen nagyon kis falatkákat, apró falatkákat, tér csak ilyen nagyon minimális dolgokat. Lesz-e belőzés ever? Ő hiéna. Ki a kadusz? Ez mi, melyik ez? Mi a fasz? Volt. Igen. Melyiket nézzük? Nézzük meg ezt. Mindenki lemaradt. Igen, itt ez a Witcher 2-ben itt elkezdtem, basszak, aztán úgy kezdődött, hogy melyben meghaltam már non-stop 6-szor. Azt itt berézseltem, amit az állat, mondom, azt nem maradhat ki, basszak, ezt nem maradhat ki, mert senki nem volt még a streambe akkor még. Aztán mondom, akkor faszom fog itt szórakázni. Mondom, akkor geci, mondom, nem. Itt és most kiadom magamból, és leklippeltem saját magam egyébként végül ezt a kis szösszenetet. Ja, akkor eszembe jött, én gondolkodok azon, mi a fasznak kell ennek játéknak 5 nehézségi fok? Ez az, bazd meg! És akkor... Mi a fasznak kell ennek 5 darab nehézség? Gergőnek a egyik néző, a mobu, bazd meg, meg lenne ez a nehézség, egy nehéz... 5 darab nehézségi fok? Ez meg olyan nehéz, hogy ilyen... Nincs ilyen nehézsége. Ez a 2-es nehézségi fok már. Nem lehet megcsinálni, mert olyan kurva nehéz, hogy leszopod a gerinces faszonat konkrétan, és telébe csürve csavarva kiszopod a belét a faszának. Konkrétan. 1-es is olyan nehéz, hogy konkrétan a bárányok szoptatják körbe a nyerges. Nyerges. Melankóliás faszon. Melankóliás faszon. Geszi. Telébe csürhéztétek a faszodat. Szét. Roncsolják. Telibe lépesek szedtek is fogok. Az a legjobb az egészben. Igen, ez két részedben adtam ezt, mert túl hosszú volt már bazdnak az a klip. Felfedezzél egy könnyű és gyorsan elkészíthető saját vacsora receptet? Lapos kenyér.
Az mi? Micsoda az alapos kenyér, az mi? Hogy kell elkészíteni, az micsoda? És én nem tudok ilyesmiről. Nem hallottam nagyon finomban, a sajthoz kiváló lapos kenyér. Beteszed a izébe a túlsütőbe a kenyert, az kész. Vagy összelapítod valami kalapáccsal, összenyomod valami klokfolóval. Vagy hogy működik ez a lapos kenyér? Milyen megoldásokkal bír? Visz kell hozzá némi só, kis zsír. Hát akkor úgy, mint egy jó kis zsír, az nem biztos, hogy kell minden kenyérbe, de attól függetlenül ezek az alapanyagok, liszt, só, víz, ez tésztának az alapvető alapanyaga egyébként, de magát ezt a kenyér, miben másabb ez a lapos kenyér, mint egy sima kenyér egyébként? Miben másabb? És én nem tudom így most így megmondani. Mondja, de létező dolog persze. Hát gondolom, hogy létező, csak hát, hogy milyen megoldásokkal bír, mert én még nem láttam, nem tapasztaltam még ilyet. Nem tapasztaltam. Csak vertem a faszt, annyit tudok egyébként. Én álltam a faszomat velem, jó nem? 15 perc alatt össze lehet dobni. Ja. És egyébként de ettől független ez a mi a fasz lapos kenyér, ez ugyanolyan célt szolgál, mint a többi kenyér, nem? A fehér kenyér, szóval nem kevés szénhidrát tartalmú, hanem magas szénhidrát tartalmú, és nem éppen ajánlott legalábbis, hát akik egészségesebben akarnak étkezni, meg folytni akarnak. Nem egy rozsos kenyér szintű, meg ilyen barna kenyérhez hasonlítható, nem? Vagy lehet, hogy a rozsos kenyér, ilyen barna kenyérre is megoldása is meg lehet oldani? Erre lennék én kíváncsi, nincs benne élesztő. De élesztő nincs benne. Mondjuk úgy lehet, hogy kicsit érdekesebb lenne egyébként, hogy élesztő nincsen benne. Jó. Akkor sokkal, hát nem annyira szilárd akkor ez a kenyér, mint ami alapból szokott lenni. Nem dagad fel. Nem dagad fel annyira, hogyha a sütőbe teszed, nem dagad annyira fel. Meg hát... Meg akkor ezt nem kell keleszteni akkor, nem? Akkor 15 perc alatt el van, akkor ezt nem kell keleszteni. Mert azért egy jó kenyert azért azt keleszteni is kell. Félre kell tenni, megdagasztod, meggyurmázod, és akkor aztán félre rakod, és akkor ott már lehet a kelesztés lehet végezni. De akkor itt ezt nem kell. Ezt nem kell akkor. Ott tudod, hogy milyen büszke vagyok én most magamra? Én most nekem 6 nézőm van. 6 nézőm van, baszdmeg. 6 nézőm van, és a Kergőnek csak még csak előbb 4 volt, most már 5. Kurva életben. Micsoda, könnyű szerintem a kis olajtól, vagy zsírtól lesz puhább. A mi? Olyan, mint a pászka. Pászka. Valami... Így van, hát most figyelj, ez is valami, bazzeg. Most figyelj, most ugyanolyan nagy dolgokon nincs szó, is csak pofázunk, beszélgetünk, meg minden. Meg itt nézegetjük vissza a régi emlékeket, a régi videoklipeket, meg geszikkel. Úgyhogy ilyen téren mindegy, hogy mit csinálunk. Akármi közbejöhet. De mi az a pászka egyébként? Most az is valami kenyérfajta? Az olyan, mint a régi ilyen benne volt már a fejemben. Mi volt az? Zwekedli. Zwekedli is volt, valami ilyesmi is volt, valami flekken, vagy valami ilyesmi is volt. Tudom már, és a mi ilyesmire emlékszek. Flekken, aztán mi volt még? Volt valami más is, ami ilyen hasonló tésztával működött. Gyere már, te a gyerekölcsöt kapok. Basszeged, most beszélgetünk kenyérről. Meg hát itt nézzük vissza itt az emlékeket, Gergely. És csak úgy mondom, nekem több nézőm van, az meg több nézőm van, mi neked. Ha-ha. Na mi van, Gergely? Jaj, basszeged.
Ezt ki kell élvezni, ezt a pillanatot, ki kell élvezni, tudod mennyire, tudod milyen rég volt már, ki kell, hát ez nem lehet, mert főleg azért kell kielvezni ezt a pillanatot, mert tudom jól, bazzik, most elkezdjük a GTA online streamet, elkezdjük a GTA-t, bazzik, azt egyből leomlik a gép, egyből meg fog halni az egészet, egyből, úgy ahogy van, úgyhogy bazz a 800 kiló, mi a passz, 800 megabit per szek, és a feltöltési sebesség, kit izgat, nem? Hát kit érdekel, attól függetlenül ugyanúgy elbaszódik, ugyanaz történik, mint két éve ezelőtt. A két éve ezelőtt 31 megabit per szekes feltöltés sebességem volt, most 800. És ez sem ér semmit. Nem tudom. Nem mondom, mert hogy én baszok el valamit. Nem tudom, basz most egyébként, de az biztos, hogy valami van. Valami van a levegőben. Szóval veszek három evőkonál lisztet, beleszórom a csipes sót, elkeverem, beleteszem a kis zsírt, aztán felöntöm meleg vize és feloldódjon. Aztán csak kevergetem, míg összeáll a tészta, fogalmam sincs a tagolásról. Ha túl nedves, teszek még lisztet bele. És akkor ez készen van, ezek gondolom ennek még héja sincs. Gondolom. Már mondjuk hát attól féltem, lehet, hogy van. Miért ne lenne? Aztán kicsit gyúrogatom, elosztom három része, újult kilapítom, mintha palacsinta lenne. Ó! Berakod a sütőbe, vagy mit csinálsz vele? Sütőbe rakod, vagy esetleg a izé a nyapaszomba a hogy hívják, na jó sütőbe, végül serpenyőben olaj nélkül, jó csak úgy serpenyőben, olaj nélkül, ne bassza meg, zsír semmi, csak olaj, nyert picsáját, nézd meg, egy-két perc, esküszöm megpróbálom, ezt komolyan mondom. Én ennél azt szoktam vacsorázni, de lehet, hogy megpróbálom ezt bazdnak, mert úgy bevásároltam, mint a kurvejet, mert annyit költekeztem most ebbe a hónapba, mert tényleg hát vásároltam non-stop mindent, tehát ágyat vettem, tévét vettem, minden mikrofonálványt, és már vagy azt gondoltam, hogy évvégi jutalom a munkahelyen korábban jön. Persze, hogy nem elekkel alapozni dolgokat, de azt gondoltam, hogy már ilyen 10-én, 12-én már megjön, de erre meg most. Ma jött meg. Már majd volt éhezés szélén nem voltam már bazdnak, de most már végre meglett. Hála Istennek. Már túl voltam már izén a katartiken, az anarchián, meg már mindenen túl voltam, de végre meg volt. Van egyszerű, de annál finom, végül bejöbb, tehetsz rá, én te csak. Ha, ez jó. Jó ez. Nyilván kicsit több a munka vele, mint a most simán kenyeret venni a boltból. De lehetséges, hogy egészségesebb egy fokkal. Ezt nem lehet tudni. Ezt sose lehet tudni, srácok. Ezt sose lehet tudni. Hát örülök, hogy azért még mindig vagyunk egy páran egyébként. Mindig egész sokan vagyunk. Én azért nem a legnézettebb, meg a legjobb, meg a legizgalmasabb párbeszédet most folytattuk a perfilmet, de ettől függetlenül ez egy jó dolog, hogy ez ettől függetlenül nem megvagyott mindenki el a faszba, basz meg, hogy mi a fasz kenyérről beszéltek, hagyjuk már, mi a fasz ez? Mi a fasz észli, mert ezt a kenyérről beszéltek. Legalább is tudhatod, mi került bele. Hát le most megább tudom, hogy mi került bele, most legalább akkor megnézem, hogy működik ez. Végem is kíváncsi beáltettél ezzel. Mondjuk őszintén szóval itt nem nagyon van már... Úristen, hova tekelsz te? Itt nem nagyon van már szerintem izé... ilyen nagy dolog. Érdekes tőle ez. Jó, hát egy out level. Várjál! Valami... out level 9000. Over 9000? No mindegy. Szokásos izé, Form 1-es. Most lehet vittem a nehézséget.
Hát, ha most meg tudom csinálni a qualifying pace. A qualifying pace. Mindegy, ez kurva jó most ez a nehézséggel, sokra megyek egyébként. Ugyanolyan nehéz volt, attól függetlenül az a gecis játék, bazd meg. Valószínűleg ez így meg tudom csinálni, geci. Kurva szakadó baszás esőbe, bazd meg. Baszás esőbe. Én hülyen követett téged még a kvézetbe is, na. Köszönöm szépen, Kent, hogy na te, itt vagy. Ti itt vagytok. Én legalább már tényleg törzs vendégek vagytok, szóval azt már tudom jó, hogyha most streamelek, akkor ha persze nem esik be idő, az időbe esetleg pont valami olyasmi, hogy éppen dolgotok akad, akkor itt tudtok lenni legalábbis. Támogatjátok a csatornát. Köszönöm szépen. Az a csatornát, ami meg konkrétan fél évente elmegy a faszba. Elmegy nyaralni a geciben, mert minek tudod, hogy van ez, mert hát végtére is egyébként az elmúlt másfél évben, vagy csak háromszor még tértem vissza. És mindegyik alkalommal csak egy hétre, vagy három napra. Most emlékeztek azért, hogy ugyanígy tértem vissza azért 2020 decemberébe is, karácsony idején pont ugyanígy, kicsit korábban azt hiszem. Kicsit korábban, 10-valahányadikán volt az. További részteket elküldöm Facebookon, meg a reklám után, hogy nem morzsáljam össze itt a csetet, nem morzsáljam össze. Micsoda szöveg. Jó van. Várom szeretettel akkor majd. Szóval ott is emlékszem, hogy ott ilyen beszélgető streamekkel tértem vissza, és hogy is volt? Úgy volt, hogy már voltak ilyen cyberpunkozások, cyberpunk streamek, mi lett volna valami Genshin Impact stream ment volna. A második Genshin Impact stream gyakorlatilag az életemben, a csatornámon. És meghalt. Csodálatos internetnek köszönhetően elment az egészhez a kedvem. Mivel, hogy... Igen, emlékszem, mert azért is ment el a kedvem, mert egymás után háromszor ment tönkre a net. Egyszer, először, emlékszel szerintem te is, Kenta, hogy az utolsó jumpforce-ozást végeztük, akkor voltam én, volt a Laci, voltál te, meg volt a Gergő is. Négyen nyomtuk a jumpforce-t. És akkor pont mondtam azt, hogy pont akkor hogy eladtam pont akkor a PlayStation 4-et, PlayStation 4-et, és nem volt kontrollerem, és akkor faszak billentyűzettel meg egérrel kellett harcoljak. És akkor volt az, hogy az olyan ígéretes visszatérésnek ígérkezett, pedig igen. Csak ott akkor Jumpforce stream sem működött, mert Jumpforce is elkezdtem. Végül játszottunk, csak végül nem tudtam streamelni végül. Mert teljesen szétesett a stream. Szétesett, aztán másnap megpróbálkoztam a most megint izéme akadt, másnap megpróbálkoztam a Cyberpunk-kal, az sem működött, az sem ment. És ott is azért meghalt az internet egyébként, szóval tök jó egyébként, minden, akármit csináltam, mindig az internet megadta magát, és nem akarta az igazságot. Ezért, és csak volt egy harmadik próbálkozásom, mert a Cyberpunk-nak azt hiszem a harmadik streamjét csináltam volna, a harmadik részét, és akkor utána jött volna a Genshin Impact, és pont akkor jelent meg az 1.2-es, még az 1.2-es Dragon Spine-os, hegyes, havas hegyes régió bekerült a játékba, és akkor azt le akartam streamelni, akkor annyira benne voltam, akkor a kedvenc játékom volt a Genshin Impact, egyébként anyan szinten imádtam azt akkor 2020-21 első felébe, több ezer órát nem öltem bele, akkor semmennyit sem, az meg. Mennyi pénzt is beleöltem? Rengeteget. Rengeteget. Szóval... És ez miatt olyan csalódásként élt engem, hogy egymás után három stream ment tönkre, hogy akkor mondom, akkor jó van akkor. De akkor volt kedvem akkor visszatérni. Lett volna. Aztán utána meg a 2021-ben volt egy próbálkozásom 2021-ben, júniusban,
amikor Nio 2-t nyomtuk, de azt hiszem akkor nem is csináltam azt hiszem beszélgetős streamet, valamiattnál fogva nem csináltam beszélgetős streamet, hanem akkor ilyen, hogy is hívek, ilyen, hát egyből Nio-val kezdtem azt hiszem. Egyből Nio-val kezdtem, Nio 2-vel, érdekes, fél év után ebből egy Nio streammel kezdtem, nem kezdtem el beszélgetni, és akkor az ott tök jó ment, utána ment egy Sea of Thieves-es stream, mert azt hiszem pont úgy volt, hogy pénteken kezdtem el, szombaton volt egy Sea of Thieves, és akkor vasárnap volt este egy Nio 2. Második stream, és akkor mondtam, hogy jóval srácok, hogy holnap találkozunk meg ilyenek, és akkor hát, holnap találkozunk, nem volt semmi azóta. És annaktól a pillanattól kezdve másfél évig semmi nem volt. Olyan szinten eltűntem, mint a szart. Olyan szinten elviharzottam, eltűntem, mint a kámfor. Se perc alatt. Úgyhogy bízok benne, hogy ez most nem így lesz. Mert ott nem is az internet, ott például érdekes módon, ott az internet jó volt. Az internet jó volt ott. Ott nem volt probléma az internettel. Ott működött minden, ott meg a kedv ment el. Ott valahogy nem volt kedvem valahogy tovább folytatni, meg az ott a baj, ott meg a munka miatt is, hogy nem volt kedvem délelőtt streamelni, és úgy inkább bement az egész. Hát tavaly nyáron, igen, azt mondom, hogy tavaly nyáron volt még egy alkalom. Három stream volt, három nap, és tak, ennyi volt utána. És azóta semmi. Jó, szóval látom, közben küldöd a képeket. Oké. Majd megnézem majd stream után. Most adás srácok, most már azt mondom, hogy egyetes srácok, most azt mondom, legyen most elég ennyi. Ez ilyen podcastelős, hát beszélgetős streamnek. Ezt nem mondanám podcastnek. Most így legjobb dolgokat visszanéztük az izébe a régi streamek képében. Láttuk, hogy hol kezdtük. Meg emlékszem, hogy tényleg azt is meg akartam mutatni. Milyen volt még az izébe? Most nézem, hogy gyakorlatilag a YouTube csatornám a 31 feliratkozó, és ez a legnépszerűbb videóm, bazdmeg a Dark Souls 1. 267 megtekintés, bazdmeg, 267. Azért milyen nagy mennyiség már, bazdmeg, ez kurva sok. És milyen amatőr szar voltam, bazdmeg, itt nézd meg. Itt még... Nem, mi haja fejem van itt? De mai nap picit nem vagyok annyira a helyzet magasatán, de... És itt van a Kenta, és még ilyenkor is gecim. Nem, Kenta, bazdmeg, már tényleg a... Elején már legesleg, világ elején volt már. És itt volt, hogy a Gergő először jött a... ...drágátos streamen. És akkor neked jó hoccodást akkor. Heroes of the Storm ranked? Az jó lesz akkor. Heroes of the Storm. Fájlcsátom, most nagyon kedvem támadt volna most közös játékra. Dark Souls lesz, akkor inkább akkor haladjunk a Dark Souls. Kedvem támadt egy kicsit vagdalkozni. És pont ezt a streamet nézték 200-an. Pont ez a stream, ami annyira amatőr szar, nézd meg a kép is olyan fos, hogy azt mondjuk, ez kinek, pont ezt tényleg, pont ezt a legminősételnebb streamet, bazd meg. Más volt a hanghordozásod. Itt még ilyen visszafogottabb ember voltam, még a kezdeteknél voltam, itt még nem voltam annyira elszállva, hanem kicsit ilyen nem voltam annyira nyitott. Nem tudtam annyira nyitottan beszélni itt a kamerába, stb. Meg ez még az első között volt a kamerás időszaknak. Mégis egy kicsit ilyen megszeppenős voltam még itt. Én akartam menni a csatornába. De előtte, miatt lemennék a csatornába, jött egy dolgot meg kell tenni. Mégpedig azt le kell mennünk a katakombába, és meg kell ölnünk azt a pingvin nevű főboszt. Az miatt, hogy... Nem érdekel senkit, úgyhogy kösz, szóval itt meg már szellembe kell suttogó, itt már inkább megérdemli ezt a, ez inkább ez a stream a több nézettséget. Ez perfekt.
Mert itt jobb formában voltam itt. Igen, egyelőre. Lekopogtam. Aj, ez a póló, bazzeg, ez olyan jó póló volt, Geci. Elszakadt ez a póló, bazzeg, elszakadt. De fasz a póló volt ez. Te, beimádtam ezt a pólót. Na. Ment még a PS4. Ökölös támadása. Ghost of Tsushima. De persze itt is szar volt a hang. Könnyei. Nekem is ami hasonlóan fehér van. A tenger sárkány szárnya. Tenger, geszie. Márjál. Jól gondolom? De szép játék volt, ezt hallod. De szép volt. De szépséges volt. Most ez vicces, most azt mondtam azzal, hogy most abba adjuk, azt megint elkezdtem a fasságot. Egyébként még tovább beszélgetnék, még tovább csinálnám, csak most már várnak a Gergőjék már egyébként, várnak a Gergőjék most, hogy menjen a GTA online. Szóval most tegyétek össze a kezeiteket egyébként, és most terül majd ki, hogy működik-e a GTA online. Ma a GTA online-nal a stream. Úgyhogy most ezt a streamet, meg volt ez az ominózus közönség találkozó, így van, közönség találkozom, én csak hát négyen voltunk egyébként, de az is valami. És ez tök jó volt, én élveztem kurvára. Ott volt a Rika. A Rika sajnos már eltűnt az elmúlt időben, elviharzott. Már sajnos, legalábbis mostanában nem nagyon beszéltem vele. Szóval ahhoz képest, hogy mennyire aktív volt, akkor most így már kicsit így elviharzott ő is. Jó, mert nem biztos, hogy vissza fog térni egyébként. Meglátjuk még, nem tudom. Szóval az a helyzet, hogy most elmennyire is... Én szeretnék egyébként is, szóval szerintem ha meg tudjuk oldani, akkor lesz. Akkor lesz. Csak jó lenne, hogyha még több lenne. Még többen jönnénk egyébként. Jönnénk majd hatan, vagy heten, azért, de kurva jó lenne, ha bemennénk valami, hát nem is kell kocsmába, akárhova, ahova gondoljuk esetleg. Jó kis piachatás közepette. Most már autóm is van, szóval most már haza tudnék menni autóval. Jó, igaz, akkor nem tudnék akkor italozni, de jó lenne. Jó lenne tényleg. Kurva jó lenne. Majd kitalálunk valamit. Van ebben az évben valószínűleg már nem, de jövőre esetleg megpróbálkozunk valamivel. Most viszont, srácok, én azt mondom, hogy tényleg akkor ezt a streamet fejezzük most be. És egyébként most nézem, mintha nem kicsit ilyen életlen egyébként a kép. Ilyen homályos, ilyen kásás egyébként. Csak én veszem észre. Hogy eddig is ilyen volt. Vagy csak én vagyok ilyen hülye szenilis fasz. Lejjebb vettem a fényerőt. Csak hát én most még kevesebbet látnak a háttérből az emberek, de mindegy. Jó lesz ez. Meg kula sötét vagyok szerintem, na mindegy. Szóval az lesz, hogy befejezzük. Befejezzük a izét, a mai streamet, a mostani streamet. Viszont kb. Egy pár percen belül jövök vissza a következővel. Szóval srácok, egymás után kettő streamet is kaptok. Ez nem volt betervezve, de úgy vagyok vele, hogy legyen. Nézzük meg. És lassan már 3 órája megy a cucc. Én azt mondom, hogy most akkor most fog beugrani a majom a vízbe, hogy akkor a GTA online stream az működni fog-e. Szóval ezt a srácok drukkoljatok, addig is egy pár percen belül érkezek vissza, addig is. Szevasztok! Na, szóval nagy új megoldásom most, mert gyors gomb. Gyors gomba benyomom a stream ending, és ennyi. Szevasztok!